Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk 14 perccel. Jó reggel, szerda van, ez egy nehéz nap. Hello, Jani, hello, sziasztok, hello. Jó reggel. Drága hallgatók, itt vagyunk a hét közepén, ugye? És hát változatlanul jó időben, sőt, mi több hétvégére kánikulában. Á, már miért 32, ami ma lesz, az nem az? Annyi lesz. Aha, ma azt mondtuk, mi a 32, az még nem kánikula? De hát, de szerintem az már nagyon. Az. Bőven. Tegnap is az volt. Igen. Az már azért. És mennyi lesz, 38? Fenyeges. Nem tudom, nem néztem, csak az, hogy egész héten jó, de nem tudom, hogy mennyi. Mennyi az annyi, gyerekek, mivel hangolódunk itt a júniusra, csak azt láttam, hogy egész héten jó idő van, úgyhogy sajnos locsolni kell. Hát ez nem egy jó hír, de a gyerek imádja, úgyhogy... Meglocsolt az ég eleget most az elmúlt két hétben, úgyhogy... Locsolt, csak igen, a fű olyan, hogyha nem locsolod, akkor az kiég, úgyhogy sajnos. Uh-huh. Sajnos vizet pászálunk erre. Az mosta el a mentát. A locsolás. Hát az. Uh-huh. Locsolás, a túl sok víz, meg a túl sok hideg, meg a túl sok eső, meg a meleg, nem tudom, mit tettetünk rá. Nem baj, de... jövő hét hétfőtől majd már megint nem kell locsolni, ahogy látom. Na, mit látsz, mit írnak, hogy? Hát, srácok, vége? Hát, hétfőtől kezdve zápor, illetve ja. Zápor, meg zivatar. Az még olyan baráti. Az a nyári zápor, zivatar, de nem rossz, nem addig összefüggő felhő, nem? Nem. Csak egy-két zápor, zivatar. De addig kell kibírni valahogy, addig ne locsoljál, viszont minden reggel, amikor még harmatos a fő, és egy picit még reménykedik, hogy lesz valami csapadék, guggolj le hozzá, simogass meg, és mond, és egy picit egy kicsit a fülébe egy sütök, már csak egy három nap. Igen, már ahol nincs öntöző. Csak három nap, és kapsz igen. Majd nedvességet, kicsi füvem, kicsi pázsitom. Én reggel nem tudok legugolni, mert reggel nálunk csupa víz. Mert nálunk reggel megy az öntöző, azt meséltem, hogy reggel van nyomás. Este mindenki fürdik, meg autót, most nem tudom, mit csinál, pazarolja a vizet, ugye. Úgyhogy nálunk reggel jövök ki, és ázik az egész. De nem locsolok sokat, tehát hogy nem locsolok el egy 30-40 köbmétert egy locsolásra. Csak 25-öt? Csak egyet. Egy locsi van? Egy locsi, de próbálok nagyon spórolni, tehát amikor egy picit is esik az eső, azonnal lekapcsolom, illetve van ilyen eső. Eső érzékelő benne. Arra nincs lehetőség, hogy átugorjál a szomszédba? Hogy onnan lopjam a vizet? Én már mindent gondoltam. Hát vannak ezek az új rendszerek, hogy már nem nagyon kell csavargatni, mint régen, annó a mi időnkben, úgymond, hanem csak egyszer, hogy pak! Érted? Ha megvan ugyanaz az átmérő, mondjuk eleinte lehet ebből a probléma. A rohadt anyát feles, az ennyi meg 3/4-es. Ebben a holnap lesz egy átalakítom is. Érted? Átugrasz mamának rá, pak, megnyitod a csapot, vissza a kerítésen, locsolsz egy kicsit. Ezt kéne egyébként. Na, már gondolkoztam, hogy honnan tudnék vizet lopni. Kertszomszéd, vagy kertszomszéd jobb oldali, van. Hát a jobb oldalitól tudni, ha szembeállsz házzal, akkor a bal oldali. Ő sosincs otthon, csak van egy vizslája. Azzal a gyerek jobban van, úgyhogy már meg a vizsla már a miénk. Tehát akkor fölkeltett Benit reggel 4-kor, átdobod a kerítésen, ő lefoglalja a vizslát, én pedig lopok egy kis vizet. Benit itt a pöttyös, és itt van egy csomag baromfi virsli, akkor játszatok a kutyussal, tudod, aki nagyon szeret téged, addig apa meg meglocsol. Nem, most elmegyek a másik vízórára, már nem a hamisra, vagy a megmágnesezetre, nem erre gondolok, hanem tényleg idegesít. Egyszer tényleg idegesít. Ha már a vízórát is lehet mágnesezni. Abban a világban én már nem akarom. Nálunk csak a gáz meg a villany van megmágnesezve. A vízórával még nem tudtam mit kezdeni. Nem, egyszerűen tényleg idegesít, hogy nem megy el a csatornába, és azért, mert egy vízórán pörög át azért a csatornázási vállalat, pedig degeszre keresi magát rajtam. Egyszerűen. Duplát fizetek, és ez nem szeretem az ilyen felelőtlen. Mennyi idő alatt jönne vissza a másik vízórára? Egy 5-8 év, vagy hogy? Hát, és nagyon-nagyon hosszú idő alatt jönne vissza, mert mondom, valaki furzott, ahol mi vagyunk, és 130 méteren talált iszapot. Tehát, és ő már eladta a kocsiját, belerakta az anyaházát, mert már fúrni kellett, ha már egyszer elkezdett, tudod, azt hiszem 600-on van lent, és a magma jön, de víz nincs, úgyhogy... Igen, olaja meg földgáza már van. Igen, már amerikai kutak bejelentkeztek, hogy szívesen szállítanak a földgáz, meg palagázt, amit talált, az amerikaiak már jöttek, vizet egyelőre nem, szóval nehezen jönne vissza. Körülbelül 1 millió lenne. Uh-huh. 1 millió. Szerintem most kezdve. Na most, ha ugye te mondjuk ellocsolsz mondjuk mit tudom én 20-30 ezeret, uh-huh, fürdővízzel, fürdéssel, gyerekkel, minden együtt, azért az egy pár év, mi az, uh-huh, az vissza. 12 év nullszaldó. Igen, vissza, és addigra pont csinálod kell egy újat, mert elrozsdászodat, elrohadt, tehát hogy fenn eset ugye kicsit. Hozom neked Velencéről, nálunk most sok víz van a tóban. Csövezzük le a házat. Vagy átcsövezzük, vagy reggel én beemelek a kocsiba egy ilyen balonnal. Uh-huh.
Az Alfa gyárt lajtos kocsit? Hogy a frenében egy jártana, azt meg lehet csinálni, hogy a hátsó csomagtartót, mert mondjuk elől nincs is, tehát a csomagtartóba berakunk egy olyan tehát nagy nálózacskót. Mekkora férel benne áll, 20-30 liter, érted? Abba a csomagtartóba? Egy ilyen jó csepel lajtos kocsit valahol újítsál be, és akkor azzal hordanád fel, és mindig reggel Balázséknál kezdenél. Megállnál, én locsolok egy rennyit, én gyorsan belocsolok mindent. Nálunk most sok víz van, lehet. Hát nálatok most van bőven, van bőven, ott megállt szépen ez az esőzés, úgyhogy tele vagyunk vízzel. Nem tudom, mennyire örülnének ott a lajtos kocsiba szivattyúznám minden reggel a vizet, de... Nincs annak hangja nagyon, nem? Vagy hangos az? Hát, szerintem... Azt tiltott, nem? Micsoda, a vizet lopni? Most így lerohanak el ezzel a kérdéssel, de szerintem... a tóból nem lehet locsolni, nem ugye? Nem lehet. Nincsen olyan, hogy ezért, hogy... Miért nem? Irigyek, mert az a tó vize. Képzeld, mindenki a bolocsonát. Búvár szivattyú le. Tudod. Szép zöld fűzés, egy hét alatt semmi nem lenne a velencei tóban, mert mindenki ellocsolná. Jó, gyerekek, kicsit szomorú vagyok, tudjátok, hát nézem a Garroszt és muszáj róla beszélni, viszont ma fogadnunk kell, ne felejts el szólni 9 után, mert ma az évszázad meccse lesz, lehet. Az évszázad? Hát majd nagyon nagy meccs lesz. Ma a teniszrajongóknak ünnep van. Igen, ki játszik. A Gyokó Nadal, de ennek most nagy története van ennek a meccsnek, viszont tegnap, gyerekek, hát... Sajnos. Húsolt? De hülye vagyok, hogy nem... De várja, végül is nem tavadtél. Szerintem, de. Csak az volt, hogy majd 9 óra után térjünk rá vissza. Hallgass vissza, csólyom szem. Ne felejts el, fogadjunk 9 óra után. Beszéljünk róla, és 9 óra után úgy, ahogy nem beszéltünk róla. Na most ez a kis stílű. Nem, tényleg ez a kis stílű viselkedés. Ez a kis stílű viselkedés. Csólyom szemet a megszólalásnak. Hogy hívják a másik csávot? Babrinka. Az, ezzel a még megkérdezted, hogy hívják, na, elmondtam Stanislav. És mondtam, hogy én teszek rá nagyot. Már nem úgy, már nem úgy. Én elmondom, hogy miben maradtunk, mert én hidd el, hogy odaadnám. Abban maradtunk, hogy oké, beszéljünk, te abban mondom, én Roger ellen fogadom, oké. Megbeszéltük, és azt mondtuk, hogy jó, akkor térjünk rá vissza 9 után, és beszéljünk még a teniszről, meg akkor még bejött a Nadal Gyokó, hogy akkor még arra is teszünk, és úgy, hogy már elfelejtettük. Istenem, nem utalt az RTL, vagy mi van? Mindig így utalt az RTL. Mindig egészen arra emlékszem, hogy azt mondtam, hogy ő Rozsé ellen nem tesz. Ja, azt mondom, igen, de nem tesz az egymás kezébe csapás, hogy na, akkor most, hanem az volt, hogy majd 9 után ne felejtsünk el, ahogy egyébként ma is mondom, hogy 9 után, nem tudom, hogy 9 után. Aha. De hogy... És ebben a csapatban tényleg a Jani a sóher? Tényleg őt ütöd állandóan, hogy milyen ki, hogy az a... Tudod, hogyha egy úriember elveszti, kifizeti, Jani, de az úriember nem fogad, azt viszont nem fizeti ki. De hát mivel úriember ugye nincs a stúdióban, így van. Hát ugye? Figyeljetek, én arra emlékszem, hogy én mondtam, hogy ugye a svájcira teszek ti meg, tezzétek, amire akartok, egy szóval idő. Nem tettük meg végül, csak beszéltünk róla, de nem tettük. Mondtuk, hogy térjünk vissza, de kikérem neked a súlyom szemet, meghallgatjuk. Na mindegy, ma Gyokó Nadal, de nem is az lényeg, Wawrinka gyerekek tegnap, hát. A 100 főtöt be kell dobnom a jaj gyerekek miatt. Aha. Persze. Anna elért tegnap egyébként este a meccs után még Balázs, hogy egy picit, ha lehet, akkor vágd meg azt az anyagot. Berakod? Persze. Hogy úgy rakja be, nagyon ügyes. Csak mondom, hogy az három jaj gyerekeknek ott van a malac mellett. Ott a mikrofon. Az egy euró, az három malacnak felel meg. Egy gyűrik. Mindig egyébként forintot teszek be. Bár a Vargáik tegnap bejelentettek valamit, és 312 már az euró. Úgyhogy az lassan már mindjárt 400 forintnak felel meg, az egy euró. Na, úgyhogy hát gyerekek, de most... Nem. Hát gyerekek, az nem százas. Ez nektek. A jaj gyerekek a százas. Gyerekek az. A sima gyerekek az nem. Szóval aki látta tegnap, Wawrinka érinthetetlen volt, úgyhogy Rozsé kiesett. Basszus, szomorú vagyok emiatt. Nagyon meggyászoltam. Elkezdett a feléni bicegni Rozsé, hogy ne legyen olyan ciki a vereség. Azt ő nem csinálja. Nem? Azt Gyokó csinálja. Jaj, de fáj. Istenem, a csúzom. Azt Gyokó csinálja, hogy kibillenti az ellenfelet mindenféle álsérülésekkel. Hát szerbő ilyen azért. Szóval szeretjük, de azért mégse annyira. Nem, én tegnap biorezonanciára vittem a gyereket meg úszni. Mondtam, hogy jól van benne, üljé beszépen, hogy adjatok egy tévét. Mondtam, nem bírom a sajokat, mondom, nagyon jó, gyerek beült, mondom, jobbulás, édesem, gyógyuljál, laptopozzál, nézd nem eset, hol egy tévé. És kiültem az előszobába a biorezonanciás vizsgálaton, és egy ilyen féldigi, fél UPC, fél ilyen zsizsikes képernyő, nem láttam, hova pattan a labda, csak azt láttam, hogy a riporter mindig örjön. Szerintem kicsit a Wawrinkának drukkolt a csaj, aki közvetítette. Ott néztem. És ott kihozták a gyereket, érted? Gyerek üvöltött, hogy hol vagy, apa, hol vagy? Vigyék, kezeljék még tartam egy. Még egy órát rá a gyerekre, csak még tartam egy. Na de mi van vele, hogy ennyire sima volt ez? Nem, simának tűnt az eredmény alapján. Simának tűnt az eredmény alapján, nagy meccs volt. Nem, egyszerűen Wawrinka rettenetesen koncentrálta játszott. Tehát hihetetlen, egyszerűen érinthetetlen volt. Tehát ha így játszik, akkor a congát szerintem mindenképpen üti. Úgyhogy, és hát ma aki nyer, az mindenképp ott van a döntőben.
Úgyhogy ne felejtsünk el fogadni. Most én már fogadok is. Jó, akkor... 10 nadár. Mi az, hogy 10? Ja, hogy 10 játékpénz nadára. Jó. Akkor nem, így 10 nadár, én az ezzel mit nem értesz. Hát Gyoko. Azaz. Jó. Nem jutott eszembe a neve, tessék. A kedvenc teniszező. Majd 9 után mondok statisztikát, jó? 9 után jó. Neked egy kicsit, hogy, jó, hogy mire tettél, hogy értsd, hogy most ez miért egy nagyon fontos meccs, és miért egy nagyon nagy meccs, és jó, minek a visszavágója, és milyen, tehát ez most több, mint az, hogy... Nagyon szépen alapozzál meg a tízesnek, amit el fogsz bukni holnap valószínű reggel. Egyébként igen. Tehát valószínű egyébként igen, mert Gyoko az elmúlt 4 hónapban szintén érinthetetlen, csalakon, keményen, fűvön mindenhol, mi fő még nem játszottak. És hát első Garrosza lehet, ha behúzza. Nincs még neki Garrosza. Még nincs Garrosza. Ez már miért nem vett magának, ha van pénze, nem? Hát, Nadal viszont 50 Garrosz meccsén egyszer kapott ki, vagy 53. 50-szer nyert Garrosz. Hülye, nem, 50-szer meccselt a Garrosszon. 10 évet játszott, mindenhol. Ja. 5 meccse, 55-56 meccse volt. Már Garrosszon egyszer kapott ki. Aha, kitől? A Söderlingtől. 2009-ben. Söderling. Uh-huh. Azt most megnézem, azt fölhívom, hogy Gyokót, hogy kell játszani Söderlingül. Vagy mi a titka? Igen, mi a Söderling titka, igen. És úgy lett a Federer Garrosz bajnok, hogy a Söderling eltakarította a Nadalt. De Gyokót még erre a Garroszra nem engedték oda, vagy miért? Nem, még nem tudta behúzni. Még nincs meg neki a karrier Grand Slam. Még nincs meg neki a 4 nagy Grand Slam közül. Ez az egy nincs meg már csak. Úgyhogy ez most, ez gyerekek, ez kötelező. Kötelező! Azért, hogy a Feri sportriporter lenne, te pedig a beszélgetés alanya, én azért már egy picit így pánikba is keresgélném ott, ahol a távirányító. Én nagyon szívesen közvetítenék egyszer tenisz, csak nem hívnak meg. És általában egy csomószor közvetítik olyanok, akiknek fingjuk nincs a teniszről, és ettől az agyam meg tud állni, hogy nyilván vannak olyan hallgatóink is, akik úgy néznek foci meccset, hogy hallják, hogy a riporternek fingja nincs a focihoz. Én hallom sokszor, ugye közvetíti a Digi, közvetíti a Sport, közvetíti az Eurosport. Vannak kiváló szakkommentátorok, nem mondom, hogy melyik csatornán kit kedvelek, de van olyan, akinek fingja nincs a teniszről. Miért ültetik oda? Hát mert ő érte. Hát most érte, valakinek mondani kell. És akkora baromságokat mondanak, hogy az elképesztő. Olyan, mi a kedvenc sportod? Neked semmi. Mi a kedvenc sportod? De Feri közvetítik, nem Bocuse d'Ort. Nem? Tehát, hogy érted? De én most a tenisz nem lenne vicces. Jó, a portugál játékos. A teniszről megörülnének. Meg. De ez itt vicces, de ha te beülnél, és mondjuk egy Garroszon, mondjuk egy negyed döntőben, egy elődöntőben, mit tudom én, egy gyakornadát nekiállnak közvetíteni, a hajuk kihullana. Tehát egy teniszről jön volna. Ezért nem sportot közvetíteni, nem mondom, a portugál versenyzőben, nyúl a hajdinástához. Igen, picit finoman megpörk. Te mit nézel? Mi a kedvencesen nézel olyan nagyon sok sportot, csak elolvasod inkább, de ha nézel, mit nézel? Hát, hogy súlyemelést, az nem annyira bonyolult, igen. Az nem letette. Besétál. Az nem. De mit tudom, van egy Barca, Juventus, BL döntő, és valaki olyan közvetíti, mondjuk nem a Gundi, nem a Bétót, ott mondtam, nem a ki jó, még a Faragó, vagy a mit tudom én, ki az a srác, akit mi nagyon szeretünk, a Hajdubé, hanem szerintem a hallgatók is megőrülnek, ha a kedvenc sportjukban, a Mezei a Forma 1-nél. Hát hány ember tette le a haját? Nem? Uh-huh. Hát ott azért a Dani azért mondott érdekességeket. Igen, de ő hozott abban az évadban egy kis izgalmat az idénybe. Az is igaz egyébként, hogy a rohadt unalmas Forma 1-be ő hozott izgalmat. Na mindegy, én egyszer szeretnék teniszt kommentálni, tényleg. Hívunk a Digin, a Eurosporton, bárhol. Ma elkezdünk nyomozni. Hogy? Hogy hogyan lehetne Balázs betolni valamelyik csatornára. És tök jó, mert általában a kommentátorok egyedül vannak. Tehát nem kell ez a műjópofa, műerőltetett szakértővel való kis jópofáskodás, hanem például a Eurosporton egyedül kommentálnak. Ott ülnek, mondják és kommentálnak. Az csak minden nem mondanak el, ami baromi érdekes. Második óra végén kicsit megremegne a lábad, nem, hogy mi lesz még a 4 órát szett alatt. Nem, nagyon végig. Nem kell végigmondani. Hát azt látod, azt kommentálod, ami történik. Aha. Tehát nem, ez nem az, hogy úgy bekészítesz, itt Shakespeare-i irodalmat, hát vagy elkezdett sorolni, hogy 1963-ban Björnborg hát nyilván nem így. Nyilván kommentálod, amit látsz, de azt nagyon szívesen csinálom. Ötödjére dobja fel a labdát. Ne, ilyen nincs például, hogy ötödjére dobja fel, ritka. Hát nem, egy óra alatt, érted? Ja. Mit tudom én? Hát rengeteg mindent lehetne mondani. Fucsovics. De szépen. Fucsovics. A Garrosszon, de jó lenne már Fucsovics lehetni közvetíteni a Garrosszon, igen. De lentről kell kezdened? Tehát, hogy én tudom én ilyen. És mondaná az Eurosport, hogy kedves Balázs, hallottuk a reggeli megszállás, rendben, akkor egy ilyen future verseny, egy ilyen 50 pontos Balmazújváros, Marseille, Davis Kupa felhozó junior 9 év alatti korosztályal indulnál, és végig nyomnál. Balok 2. Tóth 3, out, kim van. És borulnék rá pultra, és még 4 év,
de már egy ATP 250-es közvetíthetek. Horvát, 8. hiba. Na most elmondanám, kisrácok, ez lesz az új kisrácok. Ja, és ez nem a jaj gyerekek. Ez ja, hát azért is kell jó. Elmondanám kisgyerekek. Jó. Kisgyerekek. Na, ez még mindig változ. Ne, csináld azt, hogy mindig változ. Tehát minden megszólásod más és más minden. Tehát kisgyerek, kisrácok, kiskrambok, havercsrácok, havercsotanyok. Elmondanám, hogy egyébként a hajatokat letennék úgy között, letennétek úgy között. Azt tennék tenni. Is. Igen? Elmondanám nektek, igen. Aha, még úgy is, hogy nem érdekel a sport. Csak mondom, hogy egyébként az angol csatornákon például a Mekero közvetítés, hát azért nem gyenge. Most aha, nem akarom magam a Mekerohoz hasonlítani, de hát de ömlik belőle az ízben, vagy teniszben, szakkommentátor, vagy Mekero. Szakkommentátor. És mit tudom én, üt egy, mit tudom én, egy fonák, csak egy példa, hogy közvetítenek tenisz, mondjuk az angolok. Uh-huh. Üt egy szervát Roger, kifelé menő szervát, nem jön be. Üt egy második szervát az ellenfélnek a fonákjára, és felszalad a hálóhoz. Érted ezt? Kezdem. Második szerva ellenfél a fonákjára üti mondjuk a congának, és utána felszalad röptézni a hálóhoz. Erre a McEnroe azt mondja, hogy 1992-ben Agassi Sampras ellen a US Open döntőjében 6-3-nál így nyerte meg a pontot. Aha. Hát most mondhat bármit, ki emlékszik 92-re, nyilván kamu, nem? Micsoda? Tudod, mekkora dolog? És ezt mondja a McEnroe. Hát és ezt én mondjam, hogy nem hittem el. Ez már majdnem olyan izgalmas, mint vissza a jövőben. Jó, nektek a fingotok nincs az a baj. Fingotok nincs, hogy hogy tudja a csáv, hogy 93-ban US Open elődöntőjében Sampras egyébként a nem tudom, New Yorkban a 6-3-nál rövidítés 6-6, és az ötödik szervet így ütötte be, hogy fonákra ütött, felszaladt, mert egyébként ezt ő csinálta sokszor. Hát ez a tenisz közvetítés. De figyelj, de ezt nem úgy kell, mint ahogy, amit tudom én, annak idején nem is tudok így ilyen nagyon nagyot mondani, így hirtelen, de hogy tényleg úgy, hogy igazából nem izgalmas. Mi? De te viszel bele izgalmat a közvetítésre. Hogy néha fölülvetek, hát, vagy lehet hajkurászok a stúdióba? Igen. Az milyen mendőlet? Egy curlinget is lehet szerintem izgalmassá tenni. Minden sportot lehet izgalmassá, és mindent el lehet rontani. És ember pillanat elkezd olvadni, igen, és akkor csúsztok, akkor elég tudod, igen, jobb lehet, és akkor felugrik, és sajnos nem! Nem zseniál. És akkor... És figyelj, akkor vagy. Működik, és hát mindenki körlinget akar nézni, csak aztán picit csalódás, amikor és azt látják, hogy két takarító nő, vagy takarító rettenetes erővel próbálja meg felvixolni a padlót. Igen. Akkor már nem annyira izgalmas, de izgalmas se tudnád tenni a stílusoddal. Ez szerintem, hogy 1969-et írunk. De a teniszben nem is lehet így ordi. A svéd mágus épp az utolsó lehetőségét ragadja meg, hogy behúzza azt a történelmi jelentőség össze. Na, így nem közvetítenék. Így nem közvetítenék, hirtelen. Na. A McEnroe-ból ömlik az információ. Na jó, beszélünk mi majd teniszről egy kicsit 9 óra után, valakinek ez nem lett volna elég. Gyerekek, hát ez a műsor... Hát vagy ez, vagy a curling. Vagy ezt kapjátok a műsorunk, a műsorvezetők személyiségére épül. Ha ma nagy meccs van a teniszben, akkor erről beszélni kell. Hogy állunk játéka? 2-0. Vezetünk? Uh-huh. Te, hogy? Na látod, hát ez volt egy laikus kérdés. Ilyet nem kérdeznék tenisz kommentátorkodás közben. Ilyen laikus dolgot nem kérdeznék. 2-0 van, drága hallgatók, írjatok nekünk SMS-t, jövünk majd, mert nagyon sokan szóltatok már hozzá a ma reggelhez, úgyhogy mindjárt átnézzük az SMS-eket, lehet jelentkezni játékra, Ákos híreit meghallgatjuk, aztán jövünk a játékkal már is. 10 perc múlva, pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek, egy jó kis Kálai Sanders dal után már itt is vagyunk. Trafi az M1-esen Győr felé, a 87-es kilométer, tököm, írja valaki, kitört kerekít el, autó Rákóczi úton Buda felé alakul a dugó. Andi küldte, és trafi van a 44-esen Szarvas vasút átjáró, Lidl parkoló, mozgásban fehér Skoda Fabia, Farmer, Fama Lézer. Mm-hmm. Ez így egyes volt. Jó. Köszönjük szépen. Na megnézzük ki a játékosunk, a 7. játékosa már itt is van. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Hello, ki vagy?
Krisztián vagyok. Hello, Krisztián! Honnan hívtál minket, Krisztián? Hegykőről. Krisztián, Hegykőről, ki... Na jó, nem. Na jó, tudtam volna a rímet mondani. Krisztián, kivel szeretné játszani? Veled, Balázs. Nagyon jó. Nem játszottam még a héten? Azt mondták. Így van. Azt mondták. Ja, Anna mindig leadja a drótot, hogy ki nem játszott, ki még a játékszűz. Jó, helyes. János. 3, 2, 1, fire. Itt vagyok. Haló, itt vagy? Haló? Itt vagyok. Haló? Ne csináld a bohócot, Balázs, itt vagyok. Itt vagy? Itt vagyok. Jó, jó, megijedtem, eltűntél egy pillanatra. Honnan hívtál? Mondtam már, Hegykőről. Hegykőről, szép hely, szereted? Nagyon szeretem. Nagyon szeretem. Mivel foglalkozol? Mesélj egy kicsit el. Mit csinálsz? Hogy vagy? Hova mész? Honnan jöttél? Hegykőről jöttem vagyok. Dolgozom, targonca vezető vagyok. Targonca vezető vagy? Az egy nehéz dolog. Nagy súlyokat emelünk, igen. Aj, de kár érte! Miért kell azt az igent oda mondani? Hála Istennek! Na! Ki ismerhetetlen a játék stílusom. Ki ismerhetetlen. Mindig más. Picit egy ökölvülően legyen a csíphadaró stílus. Ütök 30-at minden irányba az egyik csapat. Abszolút. Teljes összezavarás. Tessék? Belehúztál a csőbe. Nagyon. Akkor a cső volt te, hogy... Belehúztalak. Krisztián, ez egy rövid játék volt. Keveset tudtunk meg Hegykőről, de arról, hogy targoncás vagy, arról se sokat. De emlékezetes játék volt. Úgy fogunk rá emlékezni, mint minden idők egyik játékára. Így van. Köszi, ciao. Sziasztok. Ne úgy rám, ne utálj nagyon. Hello. Mi van, legközelebb a Janit próbálom. Jó, persze. Legközelebb. Ha lesz legközelebb, ugye? Na. Köszi, ciao. Hello. Szia. Anna, csak röviden egy tegnapi helyzetértékelés. Igen, kérlek szépen. Tehát azt jelenti, hogy fogadtatok. Nem áll. 10 játékpénzben. Ki a király? Ott van a reggel a bejátszásokban, hogy meg tudja mutatni. Majd a hírek után, hogy ne csusszunk. Ennyi? Igen. Tényleg? Fogadtatok, 10 játékpénzben. Vavrinka Roger? Igen, és Vavrinka. Nyilván nem Vavrinkára tettem. Biztos. Tényleg? Mondtad, hogy te ha gondolod, ne vágod, hogy úgy jöjjön ki, hogy arra tettél. Öt zsebbe most, és vágd meg úgy, jó? Még mindig plusz 5-ben vagyok. Ez a kis benya pénz felé. De fincsi lesz. De tényleg kimondtuk, hogy jó, fogadjunk. Sajnos igen, ott van. Igen. Hát ennyi. De mondom, megszabom. Azért hírek után én meghallgatom, mert lehet, hogy már 5 zsebbe van csak Feritől. Tehát, hogy azért, hát Istenem! Ugye? Most, ahogy mondod, mintha lehet, hogy nem jól emlékszem te. Ugye? Előfordulhat, nem? Hogy ez egy korábbi alkalom. Ma Nadal visszanyeri nekem. 6000. Ez nem a mostani. Anna, 6000. Fogadott a Feri a Vavrinkára. Igen, én úgy emlékszem. Hetet adok. És ma fogadtok a Gyokó Nadára. Az biztos, 9 óra után. Igen. Hát jó. Köszönöm. Tehát 10-esemet már visszaadtam, amit kölcsönként? Azt vissza. 20-est adtam, föltörtett, 10-est adtál vissza. 5 perc, pontosan 7 óra. Mondanám az ellenkezőjét, hisz tele vagyok jó indulattal, de... Jövünk Ákos hírei után. 7 óra múlt, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Szerda van, jó idő, süt a nap, és ez így is marad. És ennél több nekünk nem is kell. Hello mindenkinek, itt vagyunk. Vannak friss közlekedési híreink, mondom is gyorsan. Trafi a Kőbányai úton, a Tarligeti lakópark. Ez nem kéz, ez a könyököm. Ja, hogy kenni a könyökét. Igen. És miben maradtunk? Nem, a kezemet, de ez a könyököm, bocsánat. Az, hogy ehhez a kezemre is szükségem van, az egy dolog. Nem a kezemet kenem, a könyökömet. Én nem tennék különbséget. Hát igaz? Nem a 100 forint miatt, mert nem hiányzik a 100 forint, hanem ez ugyanolyan idegesítő, mintha a kezedet kennéd. De ezt most hallom tőletek először, hogy a könyökkenés az ilyen idegesítő. Rohadt idegesítő, ugyanúgy 10 percig csinálod. Trafi az M3-oson a 173-as kilométer körnél Budapest felé Jucinak. Köszönjük szépen. Hungária körút Népliget után Buda felé beállt, mint Katiba a gyerek. Csornán a Molkutnál Fejérszeádból trafiznak, furgonos Tomi küldte nekünk, defektes teherautó okozza a gondot a Rákóczi hídon, Edit, köszi. És intézetek valamit a Csornai elkerülőnél, körülbelül 12 kilométeres sor áll Óvár felől, lassan minden nap délután, valakinek nem kellene ilyenkor ezt néznie, Győr felől, dettó ugyanez. A trafik miatt már mindenki utálta Csornát, most meg ez, köszi. Ha valamit tudtok intézni, ezt Dóri küldte nekünk. Hát Dóri, azt tudjuk intézni, hogy beszélünk róla sokszor, küldjetek el, ha minden nap dugó van, és akkor hátod valaki
próbál valamit csinálni, vagy valakinek valami eszébe jut. Ott még ez a felújítás eltart egy darabig, mire átadják azt az autóutat, azt hiszem nem is autópálya Sopron felé, ez addig állni fog. Kukleráljban most, igen. Mérnek a hármas úton vatta belterületén, ezt pedig Mazdás Sanyi küldte nekünk, köszönjük szépen. Mekkora kuplerál? Jól felhozott? Hát sajnos nem, markolók, úthengerek, táblák és betonkeverő autók. Tehát... De ha becsukja a szemét az ember és mondjuk egy tengerpartra, képzeli magát, akkor majdnem ugyanaz a feeling, nem? Akkor abszolút. Akkor abszolút jó. Ilyen sokat járunk arra, és ott most tényleg elég nagy kupi van, de majd, ha egyszer kész lesz, akkor szép lesz. Na, meghallgatjuk a fogadást, jó? Csak tényleg, hogy nézzük meg, hogy mi volt ez, mert ha a kell, akkor... Akkor virítod a lóvét, tegnap virítom, ugye ez a Vavrinka Putyi meg... A Vavrinka Féderre, hogy fogadtunk, én úgy emlékeztem, hogy nem fogadtunk, ugye meghallgatjuk. Hát én fogadok a Vavrinkára. Na, fogadsz a Vavrinkára? Kezdjünk el fogadni, én ebben benne vagyok. Tegyük meg tétjeinket. Tíz játékpénz Vavrinkára? Emlékezni fogsz? Én megjegyzek mindent, hogy kire fogadtál. Jó. Jó, én Roger ellen nem fogadok, tartom 10 játékpénz Federerre. Jó, meg vagyunk. Kísértetiesen emlékeztetett annak a srácnak a hangja a tiedre, Balázs, aki fogadott tegnap 10 000 játékpénzben. Szemét módon bejött ide a stúdióba. Megnézem, hogy van-e nálam ilyen kis pénz. Ne adjál még 20-ast, mert az még ma dől el, hogy jön egy. Gyere vissza a papához, Nadal. Húzd be ma a gyokot, Nadal. Szülinapod van ma. Meg kell verni egy gyokot. Kinek, neked? Nadának ma van a szülinap. Jaj, szegény. Aha. Meg kell vernie a gyokot. Így fogok ma műsort. Egész nap így. A Feri felrakta a homlokára. Jó, oké, elfelejtettem. Akkor hegedű is mellé valami. Egy tízeske. Csak mondom, hogy milyen korrektek vagyunk. Annával. És Anna milyen korrekt. Tudok mutatni egy másik verziót, hogyha bele tudnék nyúlni a vágásba, vagy bele akartam volna nyúlni a vágásba, és annát le tudnám fizetni, akkor születhetett volna egy ilyen verzió is. Hallgass meg! Federer Vavrinka. Rozsi. Sose fogadnék olyan, aki egyértelmű. Egy Vavrinka Federer... Egy Vavrinka Federer az nagyon nem egyértelmű. Az most sorakon nagyon nem egyértelmű. Na jó a Vavrinka jó most. Jó az a srác. 10 játékpénz Vavrinka. Tényleg, és én is mondom, hogy Rozsi, hát teljes meggyőződésen Rozsi. Tehát csak, hogy lásd, hogy egy ilyet is tudtunk volna csinálni, simán. Ez volt az eredeti, hiszen tudjuk. Adom a 6000-et. Te arra fogad, akit mi megvágunk. Te úgy jössz ki ebből a dologból, ahogy mi szeretnénk. Kell csinálnom egy biztonsági felvételt minden adásról. Minden megszállás, hogy csinálj egy biztonsági mentést, igen, mert nagy bajba lehettél volna. És miért szimpatikusan tálalod ezt az egészet, hogy azt mondod, hogy mennyire korrekt tőled, hogy nem hazudsz. Ugye? Még jöjjön ki belőle jól. Mennyire szimpatikus, hogy vállalod a tegnapi önmagad. Igen, jól van, nem baj. Ma visszanyeri. Jó, tehát áll ez a fogadás, áll, hogy meg 9 után nem, ütjük be a szeggel. Nem áll, ezt én most elfogadtam. Áll, én ma megteszem az évszázad meccsén Nadalt. Én meg a másikat, aki a pályán van. Novák Gyokovicsnak hívják. Mi van ezzel a Blatterrel, a gyerekek? Hát az volt, hogy nem mond le, meg kitart az öreg, meg minden erre, mindenki előzetesben, mindenki börtönben, mindenki rácsok mögött, gyorsan megválasztották, már nem tudom hányadszorra, aztán most kakis lett a bugyi, és gyorsan 4 nap után azért lemondott? Hát ebben megnyugvás kell a szervezetnek. Mennyi volt, de 4 napot volt most akkor elnök? Kb. Ahogy dőltek alatta az emberek, akkor így egyre érezte, hogy most már közel jön a domino. Eszébe jutott neki egy kisebb összeg biztos, amire a könyvelője felhívta a figyelmet, hogy Blatter úr, itt találtam valamit. Én tudom, mi lehet, és ezt szerintem sose fogják kimondani. Itt az van, hogy valakinek van egy olyan bizonyíték, vagy az UEFA-n, vagy a FIFA-n belül a kezében, vagy azt kérték tőle, hogy akkor nézze Blatter úr, bementek egy kisebb kis dokumentummal, letették elé, elolvasta az öreg. Csak azt mondta, hogy mit akarnak. Hát most akkor azt akarjuk, hogy vagy egy napon belül jelentse be a lemondását, és ez a dokumentum ez nem kerül nyilvánosságra, vagy maradjon, dokikám, öreg, Faver. Papa, pater, páváskodhatsz itt még egy kicsit, akkor ez viszont elmegy az FBI-hoz. Oh. És ez simán egyszer lemondatták. Tehát ilyen nincs, hogy te elindulsz, megnyered, és 4 nap múlva azt mondják, hogy szabadon távozhatsz, ha te most ezt az egészet elhagyod, és kivonulsz az egészbe, és figyeljétek meg, hogy nem is lesz ellene eljárás. Ez volt a deal. Aha. Őt eltakarítjuk, lemond, megtisztítjuk,
viszont akkor ő megúszta. De várjátok, a nyomozást azt az FBI kezdeményezte, ugye? Vagy valami hivatalos szerv. Na most ők azért nem, vagy ők nem is az kötetnek? FBI, hanem a FIFA-n belül tudott valaki valamit, aha, és azt mondta az öregnek, hogy nézd, ez ki is tud derülni ez a dokumentum, és odaadhatom olyanok kezébe, akik tudnak neked ártani, vagy nem kell, nem derül ki, de akkor te szépen most lemondasz, és jön a mi emberünk, és megtisztítjuk, és közgyűlés, és szavazás, és jön nem tudom. Jön a sejk. És azt mondta az öreg, hogy jó, gyerekek, akkor legyen ez a deal, 20 év alatt rommá kerestem magam, milliókat utaltak nekem minden hónapban. Felére emlékszem is. Felére emlékszem is. Szépen elballagok, de akkor ne bántsatok. Én szerintem ez lehet itt a háttérben. Ez tűnik észszerűnek, ez a megválasztanak, majd 4 nap múlva hirtelen lemondasz. Hát igen, nem csak ha ezt a logikát követem, akkor én például, akinek kezében van ez a dokumentum, én már megválasztás előtt ezzel oda mentem volna Blatterhez, hogy papa, akkor maga most nem indul. Érted? Tehát, hogy miért várta meg, hogy megválasszák? Mert ez így szimbolikusabb. Igen? Ez szerintem így szimbolikusabb. Lemondani az indulás előtt, az az, hogy már öreg vagyok, nem indulok. Ez a megválasztatom magam, megnyerem, örülök, de 4 napon lemondok, kvázi ezzel tulajdonképpen azért nagy dolgokat ismerek be, még ha nem is mondom ki, de hát 4 nappal a megválasztás után ő mégis távozom. Hát szóval ennek van azért egy ilyen szimbolikus jelentés, és oké, gyerekek, igen, jó, értem. Na, akkor szevasztok, tudom. Beszélt kedvenc informatikusával, akinek volt egy jó meg egy rossz, hogy jó az volt, hogy letörölt a Winchester, a kettő, hogy a lomtárt viszont nem ürítették ki. És ez az FBI-nak is feltűnt. Figyeljetek, ugyanakkor meg az utólagos felelősségre vonástól nem mentesül, hogyha kiderülnek dolgok. Hát a kérdés igen, hogy ezt körön belül zsarolták meg, vagy már az FBI tudott, amit ha az FBI tudott, akkor nem mentes. Csak mondjuk regnáló elnökként azért az kellemetlen, nem? Tehát akár mondjuk hozhatnánk a magyar közéletből is példát, eredetlen fogunk nyilván, hogy jobb, hogyha az ember még mielőtt a botrány kirobban, még mielőtt egy vizsgálatot elindítanak, például a botránynak köszönhetően, azelőtt jobb, ha mondjuk egy elnök csátít. Hát csak tudod milyenek, akik már egyszer hatalomra jutott, az a végsőkig kapaszkodik. A székébe nem, a hatalmat a legnehezebb elengedni, nehezebb, mint a pénzt elengedni. Hiába nem van a 300 millió font a bankszámládon, dollár, tök minden, hogy maga a hatalom, és hogy te egy ekkora szervezetet irányítasz, és ilyen hatalom van a kezedben, azt a legnehezebb elengedni. Azt túlmutat a pénzen is maga az, hogy úristen, micsoda hatalom van a kezemben. Ezek az a típusú emberek ezt tudják a legnehezebben mindig elengedni. Nem is, nekik már nem a pénz kell, hanem a gyerek, mennyi van már egy Zürichi bankszámlán. Nem tudja elkölteni, ha minden nap elkölt 1 milliót, akkor se. Az jó érzés, hogy én szabályozom, hogy hol lesz legközelebb foci. Hát, hogy ne? Hát irányítasz egy ekkora szervezetet, persze. Hát az Eccleston se a pénzért csinálja már, hanem azért, mert a mindenható úr elvonulhatna már 83 évesen, és playmate csajokkal mulathatna még 10 évet valahol, nem tudom, Bora-Borán. De nem érdekli, mert ezek az emberek nem azért csinálják. Azért, hogy hatalmuk legyen, aha, hogy az ő kezükben legyen, hogy kontrollkényszeresek, irányításkényszeresek, hatalommániások. Hát ez mind erről szól, ez már bőven nem arról szól, hogy most akkor még szerezzek 5 millió dollárt. Már nem kell neki se. Gondolom, hogy azért úgy nagyjából megvan, meg az unokája hát is. Lehet, nem? Tehát ugye azért, hogy valahogy itt a, ha csak Katárnak, nem tudom, 20 milliót tettek a zsebébe, nem tudom kinek, hogy ők nyerjék a világbajnokságot. Hát lehet, de utoljára lehet, hogy még azért jelöltette magát, mert hiába hívta a befektetőjét, Marcsikát. Nem vette fel mostanában is. Good media from Marcsika, from Hungary. Láttak együtt ebédelni a Blatterrel, igen. És az is nagyon fontos egyébként, hogy ő még a hivatalában marad, ha jól látom és jól olvasom, szeptemberig. Tehát most ő azért bement egy ilyen helyi média márba, 2 irat megsemmisítővel jött, ki tudod? Egy akciós plazma tévével és 2 irat megsemmisítővel látták a Blatter kisétálni egy média márból, tette be az 63 Brabus AMG-be, és gyorsan még azért ott szeptemberig valószínűleg eltűnik egy-két dokumentum. Nem? Hát gondold el, lemondtál, de még azért van még azért egy kártyát, bemehetsz az irodába. Vigyázni kell, a következő elnök megválasztásáig vigyázni kell a szervezetre, tudod, uraim, ugye? A szomszéd így nyírja a sövényt, és átszal. Szép, hát látom, fázósok vagy, mert már hogy 2 hete füstöl a kémény. És csak ezt mondja folyamatosan, hogy és folyik, jön a kilós papír apró darabokra bontva, mint abban óránként nem tudom mekkora fordulatszámmal. Tehát ott azért most nagy, ott azért most nagy takarítás mehet. Hát szép történetek ezek. Gyerekek, szép történetek ezek. Na, ha letöröd a Winchestert, akkor a lomtárat is. Jó van. Érted? Roli meghallotta a lényeget egyébként. Roli meghallotta a lényeget. De neked van igazad.
Tényleg. De igaza van. De... Igen, hát, ugye? Jó, igaza van. Na, mi van ezzel? Az Ákos idejében hallottam, és sok embert érint, beszéltünk róla, hogy hogy szivatnak most benneteket, ezt nem tudom a lélektanát, de te, aki ugye nyilván masszívan dohányzol. Most ez a drágában adom... Hallod, Jani? Drágában adom, de 19 szálat adok, de mégse hagyom, hogy sokat dohányozzál, mert ráírom, hogy megdög lesz, de azért nem adom oda a 20 szálat, de 19-et adok, hogy azért szívd az én termékemet, de emelek árat, de nem akarom, hogy leszok, de kevesebb adok. Mi van? Ez most miért jó? Ez hát jónak nem jó, szerintem semmiféleképpen én, aki egy masszív állat vagyok, egy dohányzó, egy füstölgő gyárkémény. Ez két dolog most, tehát egy masszív állat is vagy, illetve ja, az igaz. Nincs összefüggésben a kettő. Igen. Az van, hogy eddig az általános cigi töltés az úgy zajlott, hogy 19 szálat tettek nem bele. 20 szál? Nem. Hát ugye mindenki ezt gondolja, mert régen még... Régen az volt. Régen 20 szál volt 20 benne, szál, és így. Itt jött a trükk anno, hogy egy szálat kivettek belőle, de ezt nagyon senki nem reklámozta. De ez mi volt? Ez egy burkolt áremelés volt? Ez így van, tehát hogy adták mit 500 forintért a 20 szálat, egyet kiveszem már, és senkinek fel se tűnt, meg nem is szóltak róla. Nagyon, csak egy cigirágó volt benne, mert ugye kijön a 2-10, hol volt a 19-nél beraktak egy időt. Nem, hát úgy töltötték, hogy egy picit elhúzták a sorokat, és akkor így egymásra ment. Na, ez okos. Volt a 19. Milyen okos? És rajta volt, hogy 19? Vagy észre se vetted? Rajta van. De ki apró betűs. Ez apró betűs. Tehát amikor bementél a boltba, annak idején még bemehettél bárhova, nem tudom, emlékeznek-e a dohányosok azokra a gyönyörű időkre, amikor benzinkúton is lehetett kapni. Teljesen elítéljük ezt a dolgot, ugye? Abszolút. Akkor az volt, hogy egyszer csak 19 száll, de nem volt kiírva nagybetűkkel, hogy mától 19, csak a dobozon volt kicsivel. Na most jön a jó kis szabályzás, ami azt mondja, hogy föl kell emelni 20 vagy 25 szál közé a dolgot. Tehát a mennyiségen. Te döntöd el, hogy egy dobozba 20 szálat teszel, vagy 25-öt, tehát lehet nagyobb a doboz, viszont jelentős áremelés szükségeltetik, és ezzel fogunk majd leszokni a dohányzást. Ez gondolom most uniós, nem? Tehát hogy ez az unióban központilag szabályozok, hogy emelni kell. Így van, és még egy dolog van, ez egyelőre nem vonatkozik a mentolosra, de azt meg úgyis megszüntetik a szem 2 év múlva. Tehát nem lehet majd mentolos cigit kapni. Na, annak mi azok? Mert állítólag az még mérgezőbb a mentol. De én se értem, nem is néztem utána, na én soha nem szerettem a mentolos dohányárut, de állítólag az egy év múlva vagy 2 év múlva talán az még mérgezőbb, azért azt megszüntetik, és a doboz tartalmat föl kell emelni, de ezzel együtt föl kell emelni az árat is. Ez ugyanannak a hadjáratnak a része, mint ami ugye a cigizdobozokon lévő csúnya képek megjelenítése volt, ami miatt szerintem egy ember nem tette le a cigit. Na de ez mennyire álszent érvelés, hogy emeljük azért, hogy leszokjál. Hát azért azt tudjuk, hogy a cigi árának egy bizonyos része, és méghozzá elég meghatározó része, azért az állam. Ami minden országban, nem? Tehát, hogy azért ezt tudjuk, ez az emeljünk árat kötelezőszerűen, hogy te leszokjál, de közben azért a nagyobb árból több adó jön be a magyar államnak, a francia államnak, tök mindegy. Azért ez egy meglehetősen álszent érvelés. Hát, te attól le fogsz szokni, vagy attól leszoknál, ha mondjuk, mert most mennyi egy doboz cigaretta, én nem tudom. Ezer. Én nem dohányzom, én nem veszek ilyen szemetet a kezembe, mint a cigaretta. Korsó szögeket, valaki, Balázs. Nagyon szeretném, ha erre a rohadt farra itt mellettem baloldalon, ami fehér, a hazugságaidat majd elkezdenénk strigulázni. Az első strigula... Az a fal fehér barat. Az, aha, ma hó mondom. Fehér. Na figyelj, most... Szűz kis. Na most figyeljen, de mindenki. Az első strigulát az elcsalás miatt, a fogadásunk elcsalása csengettem. Miatt. Aha. Jó. Milord voltam, csengettem. Aha, most már. Akkor mondom neked, hogy péntek este... Igen. Park... Well Hello, Klassz FM buli. Igen. Ez nem ér. Ez gyilkos érvelés. Na jó, hát azért. Jó, van. És én voltam az ittas egyébként. Csak nem mondod. Csak kérdezem, hogy egy picikét befröccsöztünk, és mit itattak veled? Mit mondtál? Valami nagyon sok rumot ívott meg a fiatal ember. Mélységesen elítéljük az alkoholfogyasztás és a dohányzás. Így és természetesen senkit soha nem buzdítunk erre, és vigyázunk a fiatalkorúakra, de pénteken igen, erőltették. Rágyújtottál. Ne haragudj. Mocskos szemét áruló. Én meg mentem volna utána, olyan szívesen belerúgtam volna a felébe megint egyet. Erre most hogy? Senkit nem buzdítunk. Halabra maradtam. Még akkor is érted, hogyha ez egy pénteki buli, az alkoholos mámorultság hevében
Rágyújtasz. Csak. Nem tudtam, kezdem már olyan cigarettám, hogy elpattintasz benne egy ilyen kis pittenegyet, és akarod mentolos, akarod nem mentolos. Figyelj, öcsém, olyan high-tech már a cigi, hogy az nem hiszed. Most egészségtelen, káros, senkinek nem ajánljuk tényleg. Megnyomsz benne egy gombot, és mentolos. Szörnyű egyébként, nárom rossz. Jó édes anyádnak magyarázsz. Romatáruló. A mamának. Jó, jó, annak, a mamának. Annak mondhatod ezeket a nagyon gyenge. Vagy képzeld el, mama, hogy meg a kettőt, hogy te patintod, és akkor már mentolos, hogy képzeld, ilyen érdekes dolga. Hát, nem. Ugye? Itt vagyunk, tessék. Nem, én támogatom a leszokást, és támogatom azt, hogy senki ne dohányozzon. Nem egy jó dolog. Ezért elszívod mindenki elől. Hát tényleg, én pénteken szívtam, de ennek ellenére azért... Mi van a kezdetben? Hány éves, hogy... Vállalhatnék egy szokjunk le a dohányzásról kampány, mert tényleg nem dohányzom. De visszatérve a kérdésre, jó, felejtsük el a pénteket. Na. Jó. De finatlan új életet. Kérem, ezt ne vegyük jegyzőkönyvbe. Nyomatékosan kérem a bíróságot, ezt ne vegyük jegyzőkönyvbe. Igen, viszont hogy én... Ha 1500-ra felemelnék, az egy lélektanja, tehát egy nektek masszív, beteg, dohányfüggő, sárgafogú, büdös lehelletű, büdös szakú. Sárga az én fogal. Tehát arra akarok kiukadni, hogy még 1500 forint holnaptól egy doboz cigi. Most mi van? Most visszálltál mellé? Ja, nem. Hát, férfias illatod van. Na, hát, de hogy te, ahogy tudsz, jó, ide-oda kicsit állni. Kicsit itt is van, kicsit ott. Engem felizgat, a kis dohányszaggal keveredő barbonszag. Van az a határ, amikor te azt mondtad, hogy na jó, gyerekek, kapjátok be, én most már nem dohányzom. Ezen kezdtem el gondolkozni én is, és az jutott eszembe, amikor emlékeztek, elindult a benzin áremelkedése, és mindenki azt mondta, hogy 400 forint fölött ember nem lesz, aki tankoljon. Olyan gyönyörűen tankoltunk 4,90-nél, hogy öröm volt nézni. Tankolsz, a függőség, mert tényleg az is nagyon csúnya dolog, soha ne gyújtsatok rá, a függőség szerintem átírja a dolgot, de azért, hogyha eljutsz az uniós szintre, ahol 3-5 ezer forintnak megfelelő euró, mondom még egyszer, 3-5 ezer forintnak megfelelő euró egy doboz cigi, akkor szerintem el fognak gondolkozni, de ennek tudod mi a következménye? Az, hogy mindenki elkezdi majd határon túlról behordott árut elszívni, majd sodorni. Jó, ami rosszabb minőség is sokszor és sokkal károsabb, mint azok, amiket egyébként meg lehet vásárolni. Meg egyébként azért nem felejtsd el, Feri, hogy egyében 4 Grand Slam torna van, és a Grand Slam tornák alatt naponta általában 10 doboz cigit vásárolsz abból a pénzből, amit megnyersz Balástól. Igaz. 3-7 és kezdődik Wimbledon. Tehát nem szoknál le, vagy leszoknál? Tehát arra akarjuk jönni egy masszív dohányosnak, mert ugye én például úgy vagyok az autóban, hogyha ha tényleg azon múlna, hogy otthon nincs mit enni, akkor inkább sírva feküdnék le, és magamhoz ölelném az éhező gyereket, mint hogy kiszálljak az autóból. Idézőjelesen mondom, csak hogy mindenki érezze, hogy nem, hát az utolsó utáni farmeromat is odaadnám valakinek, hogy adjon ért 5 literben, de nem lennék hajlandó lemondani az ödém farmeromat. Pedig tényleg a farmeromat minden. Tehát, hogy arra gondolok, hogy szerintem ez nálatok nem érv, vagy valaki leszokik azért. Érv lehet, hogy nem megyek be a dohányból, mert rohadékok, nálatok nem veszek cigit, ugye, sokan ezért szoktak le, de az, hogy drágább, bár hallottam olyat, aki azért szokott le, hogy na jó, kapjátok ennyiért, nem? Ugye ennyit nem adok, nagyon sokan, mondom, az egyéb beszerzési forráshoz nyúlnak, tehát szerintem a veszély az, hogy mindenféle egyéb cigi majd a piacon gazdát talál, pultaló gazdát. Ez már most is van, hogy itt van ez a trafiktörvény, hát mert most is van fekete kereskedelem, már most is olcsóbban veszik, aluljáróba veszik, kirabolnak a trafikboltot, majd karton marmit, ezerért eladják neked a blahán az aluljáróba, amit még két napja még ott volt. Valami... két napja még ott volt valamelyik dohányboltban, sajnos kirabolták, levitték és az aluljáróba árulják. Annyira komoly a függőség, hogy tudok családokat, ahol mondjuk nem esznek olyan minőségű élelmet. Ő szenvedélybeteg, és azt mondja, hogy inkább a cigit megveszem. Azért belegondolsz egy... Hogy ne egyen vagy a gyerektől, vagy ne járjon úszásra, vagy nem mennek hétvégén moziba, csak legyen meg a cigi. Legyen meg a cigi. Atya Isten. Az azért egy átlag dohányos napi egy doboz cigit elszív. Ez az átlag. Van, aki kettőt, van, aki csak egy felet. Az átlag egy doboz az 30 ezer forint egy hónapban. Anya, még így szoktak lekézzed, de tök helyesen csinálták. Azt mondták, hogy minden cigaretta ára szánt pénzt bedobnak egy persejbe. És anyukám is elszívott egy doboz cigit, apám is elszívott egy doboz cigit, és dobálták a persejbe. És kiderült, hogy valamilyen... A Bahamákról visszajöttek, és azt mondták, hogy... Visszajöttek a Bora-Boráról, és azt mondták, hogy képzel... És akkor a sokkal plóton leszakadt a földén. rászakadtunk a panelba, a pókutcára, rászakadtunk a földszintre. Ne, és rájöttek, hogy amikor ezt a kezükbe fogták, és rájöttek, hogy
egy hónapban összét 60-70 ezer forint, és azt kiszámolták, hogy éppen nagyjából 1 millió forint, amit eldohányoznak. Ez nekik adott egy olyan löketet, azt mondják, na jó, eddig nem tovább, és 10 éve nem gyújtanak rá. És persejekbe kezdték bedobálni, hogy kézzel fogható legyen az, hogy az ember mit szívem. Hogy apránként adták ki, akkor mint 4-500 forint, nem érzed meg. Igen, de így egy látod egy hónapban, ja. Nálad hol van a határ? A pénzügyileg? Lenne? Nem valószínűleg nem lenne. Nem tudom. 2000. 2000 forint egy doboz cigiért, egy ilyen rohadt szemét dologért, ami tönkreteszi az egészséged. Hát de tényleg. Kicsit átvettem a szerepet. Feri, én azt gondolom, hogy lehet, hogy egy összegben visszafizethetnéd amúgy a devizahitelet. lenne otthon mondjuk egy dohányos persely, egy piás persely, meg egy füstölt tarjás persely. Amit a tarját azokat... nem engedem. A tarjáimat nem engedem. Figyelj. A piát meg kapom. Igen. Jó, megkérdezzük a hallgatóinkat. Írjátok meg nekünk, hogy van-e az a lélektani határ? Mióta szenvedtek, mióta küzdötök azzal, hogy letegyétek? Hány sikertelen próbálkozás volt? És hol van az a pont, amire mondjuk azt mondanátok, hogy na jó, eddig nem tovább, ezt még kifizetem, de ha mondjuk 1500-2000 forint lenne, akkor egészen biztos, hogy nem gyújtanék rá, megpróbálnék leszokni. Jó, írjátok meg, hogy ki hányszor próbálkozott már, kinek mióta tart ez a küzdelem, és le lehet-e úgy szokni, hogy az ember tényleg, mit tudom, egy persejbe dobja. És azt mondja, hogy láttam a szabad szememmel, hogy egy hónapban még 45 ezer forint összegyűjtöttük, és elmentünk belőle nyaralni. Jó, milyen módszerek vannak a leszokásra, erről beszélgetünk még. És jövünk az SMS-ekkel. Ákos, hírei után 3:48 lesz, pontosan 4 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. A dohányzásról beszélgettünk, hát tényleg, aki nem kezdte el soha, tényleg ne kezdje el. Talán ez a legfontosabb, úgy tudod. Ezt az egészet megakadályozni, hogy soha nem gyújtasz rá, ez lenne a legfontosabb. Ha tényleg három embernél most azt sikerül elérnünk, hogy a beszélgetés hallatán soha nem gyújt rá, és eldobja már, jó. Ugyanakkor azért ez egy baromi nagy rabság nyilván, és nem is könnyű leszokni. Ennek a lélektanáról beszélgettünk még itt a zene előtt, és a zene alatt is. Illetve, hogy hol van az a lélektani határ, amikor az ember azt mondaná, hogy leszokik. Egyáltalán pénzzel lehetem motiválni, szerintem az erősen függőket egyébként nem. Nem. Mert akkor tényleg nem eszel inkább, ha függő vagy, akkor eladsz valamit, vagy elveszed magadtól, vagy később fizeted be a villanyszámlát, de a cigit akkor is megveszed. Tehát ezzel szerintem nem lehet. Nem lehet valakit motiválni, hogy szokjon le. Azt neked kell a fejedben eldönteni, hogy te le akarsz szokni. Engem a lélektana érdekel ennek a dolognak, hogy és aztán foglalkozunk az SMS-ekkel is tényleg, hogy mindenféle okoskodás nélkül, én tudom, hogy ez egy baromi nehéz dolog, és azt is tudom, ez egy nagy rabság nyilván. És én nem ítélem el azokat, akik dohányoznak. És nem csak azért, mert pénteken rájuk. Csak cseszegeted. Kicsit cseszegetlek, de részben az a műsor kedvéért is van. Ez mindenkinek abszolút a magánügye. Én azt nem értem, hogyha az ember tudja valamiről, és azért hát nagyon sok értelmes ember is dohányzik, hogy a lélektanát mond meg nekem, hogy tudom azt, hogy elveszem az időt magamtól, mert valószínűleg kevesebbet fogok élni, azért a statisztikai tény. Hogy tudom azt, hogy lehet, hogy nem láthatom a gyerekemet felnőni, tudom azt, hogy az a kis szál, agyonvegyszerezett, rohadmányos szemét cigaretta, ami élvezetet okoz, az engem mérgez, és mégis megteszem, bár tudatilag tudom, hogy én ezzel ölöm magam. Hogy engem ennek a lélektana érdekel. Hogy ezt hogy csinálja az ember? Nincs rá magyarázat. Én például nem is magyarázom ki magamnak a dolgot. Az tök jó. Tehát nincs olyan, hogy ó, hát nekem úgyse lehet tőle semmi bajom meg, hogy ez, én nem mondom, én tudom minden egyes káros rezdülését ennek az egésznek, de ha tovább folytatod ezt az egész, úgy felhúzom magam, hogy már is megdohányozni. A Viki látott téged leszállni 10 óra után, amikor leszálltál egy Afrikába tartó gépről 10 óra után, és addig ordítottál, amíg nem vetted az első 100 cigit a kezedbe. Én átmentem így a biztonsági szolgálaton, ott integettek így az afrikai csávok, hogy nem érdekel, most rágyújtasz. Mondta, hogy nem jöhetek vissza a Nelspruiti géphez, mondtam, hogy tesó, akkor gyalog megyek el, engem nem érdekel, de én most kimegyek rágyújtani. Miki mesélte, hogy kemény voltál. Tehát semmi ilyesmi. Nem tudsz rá logikus magyarázatot adni, és talán ez egyébként a legszörnyűbb, a leglogikusabb magyarázat, hogy nincs benned akarat erő. Még akkor is, ha tudod, hogy mit cselekszel azzal, hogy minden nap elszívsz fél doboz, egy doboz, tök minden mennyi cigit, azt tudom mondani, hogy szaralak vagy, kész. Nem, de valahol akarom. Az vagy. Én nem ezt akarom. Tudom, de ezt most én magamnak mondom, nem neked. Ezt tudod mondani, és nem tudsz logikus érvet odállítani mellé, hogy figyelj, miért nem teszed? Egy csomó ember megcsinálta, tört ketté, tedd le, jó napot kívánok. Én nem és akarom. Nem tudod. És figyelj, szerintem az van, hogy olyan távoli, még olyan megfoghatatlan az a diagnózis, amit majd egy orvos fel fog állítani rólad valamikor a jövőben. De nem amikor biztos, oda teszik elé. Azért ne temessük. Mert én fel évig él, és úgy aranyos vagy, de azért még ne tegyük. De az a baj, hogy látod például ez az érv is, amit mi mondunk, ráadásul nem dohányosok. Ez
ezeket általában a dohányosok szoktak mondani, jaj, hát nem mindenki, hát valaki 90-ig éltem, a nagyapám például, aki állandó, és mindig jönnek ilyen sztorikkal. De én például rólad, és meg komolyan mondom, én nagyon komolyan csalódnék benned, de rólad ha nem tudom elképzelni. Ha letenném. Nem tudom elképzelni azt, hogy ha mondjuk valaki válaszút elé állítana, és azt mondaná, hogy vagy a gyerekeidet látod felnőni, érted? De nem hiszed el a tételezést, Jani. A és dohányos, ilyen válaszút, de nincs ilyen válaszút. De nincs ilyen válaszút. De van. A diagnózis már. Hát, na, hát igen, mert a diagnózisnál érted. De addig nem hiszed el. Érted, elmész egy időszűrésre, vagy elmész egy orvoshoz, és érted, fulladsz, és köhögsz, és rossz a közérzeted. Nem fulladok, és nem köhögsz. Elmész, majd fogsz. Nagyon jó a közérzetem, semmi elmész, baj és azt mondják, hogy ez is ez lesz a következménye, na az lesz a válasz. Igen, de ez van úgy, hogy nem sportolok, elkezdem, sose kezded el, csak aztán beállítanak, futok majd meg, lefogyok, nem kezdek el lefogyni, mert jó. Tehát ennél az ember gyarlóbb, mint hogy egy jövőben valamikori illúzióban ringatott válaszút értem most leted. Ennél szerintem ez árnyaltabb. Igen, de ennél ez egy nehezebb dolog. Csak itt a tét nem az, hogy beleférsz a tavalyi gönceidbe, vagy sem. De ez függőség, azt értsétek már meg, nem olyan, mint mondjuk a heroin, de az agyban ugyanaz, csak a leszokás könnyebb erről, állítólag, már nekem még nem sikerült a cigiről, de a függőség az ugyanolyan, hogy megteszel mindez, hogy tényleg remegsz az igazi, a klasszik, hát rendes hát dohányost, hát ha nem engedik, érted, 5 órán át rágyújtani, akkor remeg egy száz cigi. Hány olyan film van, ami azért elmondja, hogy mivel itatják, hogy milyen vegyszerek vannak, mert hogy konkrétan fizikai függőségetek van. Tehát ez nem egy agyban függőség és a mozdulat és a füst, hanem egy bizonyos vegyszer miatt nektek már kialakult fizikai függőségetek van. Nem attól leszel rosszul. Hát ezt a manapság már azért nem így. Na hát érdemes megnézni egy-két dokumentumfilmet, de hát ez kimondva, kimondatlanul azért. Volt egy ilyen időszak, hát ebből voltak nagyon komoly perek is. Testi függő, igen, a benfentes például milyen jó az Alpacinóval. Nem attól leszel rosszul, hogy rágyújtasz, attól leszel rosszul, hogy nem gyújtasz rá, de konkrét érzed a fizikai tünetét a dolognak, és elkezdesz remegni. Ha nem lenne pénzed, és mondjuk kaja vagy cigi, kaja akkor a gyereknek, vagy téged, vagy minden nap fogadnék. Kaja vagy cigi, kaja a gyereknek, vagy cigi, akkor nyilván, ugye ez kicsit demagóg, akkor nyilván ez demagóg, persze. Ez demagóg, bár láttam ilyen családot. Én nem téged sajnálok, vagy titeket sajnálok, hanem azokat az embereket, akiket megfosztotok attól az élménytől, hogy jó hosszú időn keresztül boldogságban. De mi van, lesz, is holnap elüti egy busz? De nem tehát, biztos. Ez nem, jó, de ez nem, csak ez nem így működik. Hát bárkivel bármi történhet, akkor lehetnék heroinista is, nem? Mert neked azt mondanák, hogy tessék, holnaptól ne egyél cukrot, mert 20 éve tovább fogsz élni, mert nem leszel cukros, nem vágják le a ballábadat, egyébként meg valószínű, hogy nem lesz érszűkületed, és nem lesz. Abba hagynád már egy 20 évvel későbbi diagnosztika, vagy diagnózis miatt a cukrot? És azt mondják, hogy figyelj, egyébként, ha cukros vagy, megvakul, szürkehályogod lesz, és lehet, hogy levágják a ballábadat, mert 3 évvel lesz egy olyan érszűkület. Tehát mert most már viszont rejtett cukros vagy, csak még nem vetted észre. Egyéb már kevesebb cukrot. Én elég sűrűn veszek részt mindenféle szűrési vizsgálatokon. Nem ez a lényeg, hogy nem hagyod abba, te se. Hát mert nincsen tudod, igazából semmiféle testi jele annak. Semmiféle testi jele nincsen a fejének se. Gyönyörűen, nem full, én nem köhögök reggel, nekem nincs a klasszikus. Kilószámra eszed a cukrot, minden vizsgálatnál azért, amit mi csinálunk, megmutatkozik, hogy terhelt cukor mennyiséget viszel be. Kiderült vércseppdiagnózis, stb. Gábor elmondta, mindenki elmondta. Abba hagyod? Ugyanúgy mérgezed magad. Ez nem, ez így ebben a formában nem igaz, mert az én vércukromban semmiféle gond nincs. Most nincsen. A Ferinek is lehet, hogy teljesen tiszta a tüdeje. De lehet, hogy 20 évet veszel el, mert kiderül, hogy 3 év múlva, 5 év múlva annyira szétment a hasnyálmirigy, rengeteg cukortól, hogy 3 év van nagyon komoly cukorbeteg lesz. Abba hagyod? Nem hagyod abba, ugyanúgy minden nap mész és mérgezed magad rengeteg cukorra. Na jó, nincs már különbség. Lenne. Hogy a fenében ellen? Miért? Hogy ne lenne már különbség? Eleve egyébként én nagyon kevés cukrot fogyasztok. Otthon egyáltalán nem fogyasztok cukrot. Otthon nem. Jó, hát otthon tehát, nem. Semmi... Hát én látom azt a fajta, mi ma ilyen cukrászdában, meg olyan cukrászdában, ott fehér cukrot használnak. Hát a brutális hát mennyiségű cukrot eszel, hát azt mondjuk ki. Leginkább már nem is, tehát hogy inkább nyitva cukrot használnak ezekben a cukrászdában, meg mindenféle egyéb édesítőszereket. A másik meg az, hogy én azért elég erőteljesen kompenzálok minden mással. Én értem, csak egy olyan dolgot kérsz számon a Feritől, jövőbeni dolgot, nem? Amit tulajdonképpen minden gyarló ember megcsinál magával kapcsolatban, de és nem az, szokik hogy le például ezért. Mi lesz, az nem elrettentő. Az, hogy most van! Mondjuk a tüdőddel valami, jó, az figyelj, már igen. Na, akkor csináljunk már egy, hogyha a mi függőségünk az gyakorlatilag ugyanaz, akkor csináljunk már egy olyan tényleg becsóra működő na, az tesztet, nem lehet, nem hogy lehet. Ebben a hónapban én nem eszek innentől kezdve egy hónapon keresztül semmilyen édességet nem fogok. Ha azt akarod ezzel mondani, hogy én viszont nem jutok rá. Két idegbeteg, agyon frusztrált, remegő szájú, ideges, minden szaron, ezért kiabban, hogy két három évvel én nem ülök, akkor én egy hónapig elmegyek, szóval én nem ülök itt veletek. Nem ülj, ezért már
függők vagyunk. Én biztos, te meg nem lesz teniszezni egy hónapig, na? Persze, na. Jó, holnap ölnék meg egymást. Nem, én ebben most nem megyek bele. Hát én nem ülök itt, hogy ugyanolyan függők vagyunk. De, nem ezt mondtam, hogy ugyanolyan függők vagytok. Azt mondtam, hogy a lélektana ugyanaz. Simán lemondok róla. Nem ezt akartam mondani, most már mondjál le róla. A lélektanát akartam megmondani, ezért ez ennél bonyolultabb, hogy szokjál már le, mert 20 évon nem látod a gyereket elballagni. Szerintem ez bonyolultabb. Mindegy, hát érdekes. 11 éve úgy szoktam le a cigiről, hogy az árát mindig beletettem egy dobozba. Idén úgy vettem egy házat 3,5 milliért, hogy az ügyvédi illeték is kijött belőle. Írja egy hallgató. 18 évig cigiztem, már van most már két éve egyáltalán nem motiváció. El kellett döntenem, hogy a gyermekemnek adok enni, vagy én élvezem a cigit. Ezt Picúr küldte nekünk. 8 éve nem szívjuk párommal, abból fizetjük az új kocsit. Ezt Melinda küldte, ugye? Hogy azért ez milyen érdekes. De nem akarok új kocsit venni, szeretem ezt. Igen. 30 év után letettem a cigit, mert a szervezetem jelezte, hogy eddig és ne tovább. Hetekig szenvedtem a hiányától, már nem hiányzik, minden fejben dől el. Gabi küldte nekünk. Mi gyűjtöttük 2 hétig a cigi pénzt, aztán összeszámoltuk, mennyit füstöltünk volna el, majd 20 000 forint volt. Ezen annyira felidegesítettem magam, hogy muszáj volt vennem egy doboz cigit. 12 éve dohányzom, 5-ször próbáltam leszokni, minden alkalommal vettem egy doboz cigit, mert amikor nincs nálad, úgy még nehezebb. Nyilván nem sikerült. Uh-huh. Ott volt nála. Roland, ez még nem egy okos döntés, igen. Feri, te ugyanúgy sorban állnál a 2000 forintos cigiért, mint én az 1500 forintos sörért. Ez jó. Csináltam annó, ezt én is egy hónapig gyűjtöttem, én is egy hónapig nem cigiztem, aztán vettem egy nagyon jó cipőt és egy doboz cigit. Beatrix küldte nekünk. Amikor 19-ről 23-ra emelték a cigit, azt mondtam, leszokom. És ez a legjobb SMS. Ma 1070-ért szívom. 19 forintról, gyerekek, 23-ra. Mondjuk Norbi még látta, hogy Petőfi jelesik Segesvárnál az SMS alapján, nem? Tehát 19-re 23-ra, ez fecske volt valamikor, még pengő volt. Látta az elégedett fejjel ellovagoló kozákot. Tényleg 19 és 23 forint. Mikor volt, Feri? Ha nem tudom. 20 forintos cigi. Én nem is emlékszem rá. Kiszámoltam, mennyit ihetnék a cigi árából. Így sikerült leszoknom 4 éve, ezt Ádám küldte nekünk. Na jó. Gyerekek, mindenki szokjon le, senkinek nem dohány, ajánljuk, elítéljük, ne kezdjétek el, és vigyázzatok magatokra. Óven bácsival, Beru nénivel játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Gábor. Geló Gábor, kösz, igen, kerestem Anna írását. Gábor, honnan hívtál minket? Ajkáról vagyok. Ajkáról. Biztos egy gyárból. Igen, ne találtátok. Gábor. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj. Oké. Okay. Kim vannak a szabadban. Na, jön az ének, figyelj. Oké. Okay. Volt, 2 hete volt. Majd választok el legközelebb. 2 hete volt körülbelül, egy segített Zsülnek aranyha memóriája van az Óven bácsi Beru néniben. Mutatjuk még egyszer, figyelj! Ez egy sorozat. Ez a Kórház a város télén. Az bizony, így van. Hát az. 2 hete ezt feladtuk, úgyhogy... Kórház a város szélén. De nyomasztó a zene. Ki körülnek ott körülötted? Ó, hát az egész tiszta tér, akikkel dolgozunk együtt. Tulajdonképpen mindenki ugrál és örül. Dolgozni, senki nem dolgozik. Ja, csak nehogy kirúgjanak benneteket, nehogy baj legyen. Ilyen probléma nincsen, felbecsülhetetlen munkaerők vagyunk. Milyen gyár ez? Egy ilyen orvosi műszer felszámkészítéssel foglalkozunk. Nagyon helyes, de legalább engedik, hogy rádiózzatok, az jó. Köszi! Sziasztok! Ciao! Ügyesek vagytok! Hello! Elzsbeta Csenkova, Strassmayer doktor. Elzsbeta! Atya, úristen, de jó volt ez, kórház a város szélén. Na jó, 4 perc van, vagy nem is 4 perc, 6 perc, pontosan 8 óra. Ákos jön a legfrissebb hírekkel, mi pedig jövünk a hírek után. 8 óra múlt pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Valami hidegfrontot emlegettek, hogy átfutottam, de állítok, meg se érezzük. Tehát jön egy hidegfront, de nem érezzük meg, és marad a meleg. Na ezt tegye helyre valaki. Ezt magyarázd meg. Jön, de nem jön. Jön, de nem érezzük, de jön, de átmegy, de ugyanolyan meleg lesz.
De jön. Aha. Na mindegy. A lényeg. De milyen jó volt ez a kis szám, ezzel a kis xilofonnal benne, ezzel a kis fa xilofonnal. Aha. Na most ide kimegyek, lemegyek hídba, adsz egy xilofont, és makkal följátszok neked egy ugyanilyen konkrétan. Ezt viszont megnézni. Akkor krémezd a végét, mert akkor szerintem már kicsit bekérgesed. Alex, adair, hogy komolyan mondom, tehát, hogy most neked makkal, meg két lábúj körömmel különbet játszom fel neked. Te ülsz egy hárfa mellett mesztelenül makkal pengedsz, te meg dorombozol makkal, és hárman külön zenét rakod össze, mint ez a nagyon felejthető Alex Adair. Nem, a mostanában, mi van mostanában? Vagy mi van mostanában ezekkel a mai előadókkal? Miért nem ír valaki egy tökös jó dalt? Még az új Madonna dalt kedvelem. De ha mit úgy megjegyzel, ami sláger, ami jó, és ami úgy tényleg jó. Hát vagy ott van Kállai Tempest András. Tényleg? Ő dala jó, nem? Igen, picit európos, de egyébként tényleg. És a külföldi előadókra gondolok, hogy mi ez a himi, humi, simi, sumi, hallott, ha nem, akkor elfelejtett, tök mindegy, hogy nem marad meg, semmi. És nem sláger, és nem lesz soha sláger, nem? Ráadásul nekem feláll a szőr a hátamtól a xilofonnak a hangjától. Óvodában mindig az volt, hogy amikor elindult a játszás, ugye, akkor gyerekek odarohantak a szekrényhez, mindenki kicibált mindent, kis dömpert, harckocsit, katonákat, stb. Janikának mi maradt a végén? Az a nyomorult xilofon. És akkor dögöljetek meg. És azzal játszottál nyomorultul. Én imádtam szilofonozni, képzel. Nem, ez a szabadrablás volt? Az óvodába? Hogy oda, mindenki oda rohant, és akkor ízek. Valaki elvitte a fokockákat, valaki elvitte a kis dömpert, valaki elvitte a markolót. A legnagyobb, ugye ez mindig vagy a daruskocsi volt, aminek lehetett a gémjét állítani, vagy a markoló. A markoló volt a legtutibb, mert ott volt egy kis tekerő az oldalán, és emelgetni a kanalat, és ez zseni volt. Nekem mi maradt? Ezek maradtak a végén. Én mindig babáztam, úgyhogy nem tudom, hogy mit csinálni. Nem tudom, a srácok miért elne. Öltöztetted, vagy fésülted is? Öltöztettem, puncit néztem, tehát ugye mini babákkal játszottam, sosem érdekeltek a markolók. Dehogy is. Noni már tiszta? Na, biztonság kedvéért. Takarítsuk meg még. Én szerettem xilofonozni, nekem otthon is volt, különböző színű volt mindegyik, ugye, hogy tud, melyik volt, kis faütöm hozzá, és általában meglazult a csavar, és az egyik fele mindig volt csavar, a másik fele meg így lógott, és úgy össze-vissza álltam az egyik lap a másikon, ütöttük a tesómmal, házi zenekart alapítottunk. Én szerettem xilofonozni. Uh-huh. Én bírtam. Egyszer csak belépett apád a szobába, szájában egy pánsíppal, és elkezdtek is jönni, aztán pedig egy édesanyád is bejött egy dorombal, és akkor így lehet, nagy családi zenekar. És de Indiáj elmezbe a dél-amerikai indiánok, igen, dalait tettük el. Utána pedig közösen elolvastattuk a friss őrtornyot. Nem, ilyen nem, úgyhogy olyan furujám is volt, hogy ott is piros volt a furuja, fekete volt, és a különböző gombok különböző színűek voltak, és ilyen kocka alakú volt a furuja, tehát ez a műanyag furuja, hát ez a síp, vagy mi ez a síp jellegű, nem a klasszik fa furuja, hanem és akkor furujászál, csak a piros, és akkor megtanultad az István a király, felkelt a minapunk, Nem, ez már olyan, hogy a koppány vezérő esküdtette, jó, ezt nem tudtam eljátszani, de felkelt a minapunk, István a mi úrunk, ha most hozol egy ilyen furuját, eljátszom neked. Igen, meg dorombol a Nem, még egyszer mondom, nem volt Smoke on the Water dorombon, viszont István a király felkelt a minapunk, most hoz egy ilyen furuját. Na, mit adsz nekem, ha most valaki tíz ide volt egy ilyen furuját? Most fogadjuk, gyerekek, hallani tízig akarom. Valaki hozzon egy olyan furuját, egy olyan furuját, ami kocka alakú, különböző színűek rajta a gombok, és nem ez a fa furuja, hanem ez a piros, fekete kocka vagy, furuja. Vagy fémből, vagy műanyagból. Igen. Volt a nagy, egy fekete, középen volt egy fekete befúvója, és színesek voltak a gombok. Volt. Én soha nem mertem a számba venni, mert soha nem tudtam, hogy ki volt az, aki előttem telenyálasztam. Mert akkor is kényszeres voltam, mert négy évesen ezen gondolkoztam, hogy vajon ki kapta be, ezt megtisztítom egy kis midom ezt tosztyal. Nem, akkor is ilyen volt, de négy éves engem nem érdekel. Nem veszem a számba, sőt, előtte kezet mosok. Na tessék, ha most valaki idehozza ezt a furuját tízig, és én eljátszom neked rajta az István a király. Mi a fogadás tétjét? Nevezd meg! Jó, arcom vágtalak egy fehér kesztyűvel, és várlak holnap hajnalban pirkadatkor egy párbajra. Így van. Nem menekülhet. Ahol te az István a királyt fogod játszani, műanyag furuján, én pedig a szikendiszt volt a Metallica. Mi a fogadás tárgya? Mit adsz nekem, ha most ezt eljátszom tízig? Egy vadonatúj. Mit?
furuját. De legyél már ilyen. Na, te, na legyen, akkor légy fél. Jó. Most érted? Lefurigálsz engem, ledegradáltál, és nem hiszed el, most tízig valaki az egy dolgot. Hozzatok egyet, nagyon kérlek. Imádkozzá, hogy ne jöjjön tízig egy ilyen furuja ide. Valaki járjon erre, és legyen egy ilyen műanyag furujája, mert besírsz rajta, ha eljátszom. Jó. Eljátszom neked. Bizony is te kis virtuóz. De jó. Hogy hívták azt a vackot? Nem emlékeztek? Volt annak valami hangja? Mert akkor mondhatnánk, hogy az akármi virtuóz. Ez, amiről beszél, ez a Balázsofon. Egy hónapban kettő szabadon választott időpontban. Azt mondta, hogy két szabad napod volt egyébként, mindig gyakoroltál éjjel-nappal. Beállok egy benzinkútra, és kitakarítod a kocsimat. Hú, ezt ne vállald be, abba, ami lehet. Egyszer alaposan egy benzinkút, ilyen 50 forint bedobok, porszívózok, gőzborotvával végigmegyek, én ülök a benzinkútnál, egy jóféle feketét iszom, és te kitakarítod a kocsimat. De várjál, hányszor? Egyszer, te kitakarítod, kiporszívózod, lerázod, fölpolírozod egy benzinkútnál, nem ez a beadom a kulcsot és 10 000-re lemossák, odahozod a kis izédet, flóraszeptes vödrödet, a kis nyomorúságos kis szivacsaidat. Megtakarítom a nyomorult autót. Letakarítod a kocsimat. Jó. Letakarítom. Jó. Megtakarítom a kocsidat. Hozzatok 10-ig egy ilyen furuját. Végre láthatod az eredeti színét. Menjen el valaki hozzám. Nekem otthon van egy furuján. Most találtam meg anyáméknál, és hazavittem. Menjen el valaki hozzám. Odaadom a lakáskulcsot. Igen? Hozzá ezt a furuját. Na mi van? Ez olyan, mint valami hülye népmese, nem? Úgy hívták, hogy... Is alak kis úgy hívták, hogy Triola. Tegyétek ki a Facebookra. Úristen. De ilyen sok gombút hozzatok, a kisebb, fekete, jó. És nincs rajta ennyi gomb. Milyen sok gombú? Hát ez egy oktávnyi hang, ne szórakozzál. Na, akkor ez lehet, hogy amit én hozzom valaki egy ilyen furuját. És tudod, mindig csak azt az egy dalt? Mindig ezt a felkelt a minapunk, nem volt, hogy István a mi úrunk. Bosszantó, megképzelt fickó. Kopány nem kell már. De igen, volt az egyet, uram, egyet, uram, ez is játszottam. Dabatem nomine! Dabatem nomine! De az egészet eljátszottam, igen. Nem, ezt tudtam eljátszani, furulján. Ezt tudtam eljátszani. Hozzatok semmi egy triolát. Az egyet? Hozzatok egy triolát. Hát még ilyen közhelyeket, mint a Black Sabbath-tól a Paranoid, meg ilyen ideje. Ilyen jól hangozhatottad. Na! Jó, ha valaki hoz egy triolát, akkor azt most nagyon megköszönöm, egy komolyabb készpénzösszeget adok neki, mert ha Jani letakarítja, az kitakarítja az automat egy hónapban egyszer, oda fogok gittelni a átsülésre, csak mondom. Beszállítom két hasmeréses farkas kutyát előtte, és elviszem őket Ózdra is vissza, hogy úgy kelljen kitakarítanod. De volt olyan, hogy behozott apád a konyhából egy szép széket, szentest és felállított rá. És hajuk! Nem. János, a mi családunk nem retardált volt, és nem egy beteg család volt. Hát csak büszkék voltak a teljesítményre. Persze, miközben anyám belehányt a kádba, és ott is ott úszott a pontja, ami megette, persze. Nem. Nem ilyen családunk volt, nem állítottak fel vesztelenül egy sámlira, hogy furujázzam el a felkelt a minapunkat. De volt úgy, hogy ezt nekem otthon mégiscsak azért elő kellett adnom. De nem volt egy sámlira áll a karácsonykor. De apád nem üvöltött, mint tudom én érted, néhány pohár tojás likőr után, hogy és most a bye-bye London! Bye-bye London! Triofonon! Vagy hogy hívták? Triola! Bye-bye London! London! Goodbye! Bye! Igen, persze. Nem, ilyen nem volt. Úriember biztosan nem fogad Balázs. Ne, ez nem biztos. Erre csak úgy emlékszem, hogy nekem ez megéri. Így is. De én ezt a kocsit... komolyan mondom. Hozzatok nekem egy triolát 10-ig. Valaki tényleg. Egy ajándékcsomagot adok érte. Jó? Betörök a promócióra, mert még zárva vannak, és kilopok egy ajándékcsomagot. Jó? Elfoglalom Moszkvát, mondta Napóleon. Tényleg egy kicsit úgy hangzott. Hozzatok egy triolát. Jó. Sírni fogsz, apám, sírni fogsz 10-ig. Komolyabb témával folytatjuk, úgyhogy muszáj berakni a témaváltó effektet. Jó, ezt lezártuk, viszont egy komolyabb témával folytatjuk, ami egyben komoly és nagyon érdekes, figyelemfelhívó, és muszáj róla beszélni. Tegnap megjelent egy nagyon érdekes cikk az Indexem, ami azt taglalta, hogy kétszer annyian éheznek Magyarországon, mint a válság előtti években. És nem csak erről szólt a cikk, hanem közben szembeállították ezt a cikket, vagy magát a hírt, egy olyan
dologgal, ami egyszerűen elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan, minden nap zajlik, minden nap talán mondhatni mi is csináljuk, és a világ nagy ellentéteiről szól. És az egyik ellentét ugye az éhezés kontra élelmiszer kidobás. A másik például a vízhasználat kontra szomjazás, csak hogy értsétek, hogy honnan, hova akarok eljutni. És lehozta a cikk, hogy Magyarországon, a világban körülbelül hány ezer tonnányi élelmiszert dobnak ki, mekkora pazarlás megy, és közben hányan éheznek Magyarországon. A cikk arról szólt, hogy hát tulajdonképpen nem túlzás azt mondani, hogy raklap számra dobáljuk ki az élelmiszert úgy, hogy lejárat előtt tesszük meg, vagy azért, mert hibás a csomagolása, vagy azért, mert az áruházláncok úgy döntenek, hogy egész egyszerűen ezt már nem tudják eladni, megy a szemétbe, teljesen fölöslegesen, miközben egyébként hát egyre többen éheznek Magyarországon. És létezik egy szervezet, amit úgy hívnak, hogy Élelmiszerbank, ami egyébként Amerikából indult, és most már nagyon sok országban megtalálható, és ez az Élelmiszerbank röviden azt csinálja, hogy évente kb. 34-35 ezer tonnányi élelmiszert oszt szét az országban, ami 14-15 milliárd forintban mérhető értékben, ha nézzük. És az ő munkájuk arról szól, hogy együttműködve különböző élelmiszer láncokkal, különböző áruházláncokkal, hipermarketekkel, gyárakban fölöslegessé vált, vagy megsemmisítés előtt álló élelmiszerekkel, amiket begyűjtenek, és ezeket begyűjtés után próbálják szétszórni és odaadni a rászorulóknak. Tehát itt arra kell gondolni, tehát nem arra kell gondolni, hogy én ne dobjam ki a kenyeret, és adjam oda nekik, hanem ha mondjuk van egy nagy áruház, ahol minden nap sütnek kenyeret, és este marad nekik mondjuk 150 kiló kenyér, aminek hónap reggelre semmi baja nincsen, de azt ők már ugye nem teszik ki, mert ők sütnek újat. Igen. Új kenyeret, és ezt nem friss. Aha, vagy nem friss, vagy hibás a csomagolása, vagy csak lejárt, vagy egy nap múlva lejárt, azt már ők ugye nem tehetik ki. És közben a cikk arról szól, hogy a szegénységi statisztikák szerint lassan Bulgária és Románia felé tartunk, és különösen súlyos, és a legmeghatóbb mindig ez a történetben szerintem, mert akinek gyereke van, az azt tudja a legnehezebben elfogadni, hogyha gyerekek is érintettek akár betegségben, vagy éppen éhezésben, hogy a legsúlyosabb a gyermekek helyzete, 50 ezerre becsülik a tartósan éhező gyermekek számát, és az időszakosan éhezők akár négyszer ennyien is lehetnek. És hát az ma már ugye abszolút realitás sajnos, hogy nagyon sok óvodában, iskolában dolgozó pedagógus mondja, hogy a gyermek pénteken eszik utoljára, aztán szombat-vasárnap semmi, és hétfőn félájultan, ájulás közeli állapotban tántorognak be az iskolába, ez nincs benne a cikkben, de erről is született egy cikk, egy másik, és egészen megdöbbentő adatokat mondtak ott is, és hétfőn tudnak először mondjuk meleg ételhez, kiflihez, vagy egy pohár tejhez, vagy egy pohár teához hozzájutni. És mindeközben viszont elképesztő mennyiségben és elképesztő számokban zajlik a pazarlás, és összeszedték, hogy a világban hány ezer tonna élelmiszert dobnak ki, semmisítenek meg. Döbbenetes. Döbbenetes. Az élelmiszerbankok pedig az ellen tesznek, hogy egyrészt ezeket az élelmiszereket begyűjthessék, kettő megfelelő szortírozás után, ugye megpróbálják nyilván, hát elképesztő szervezést igényel a dolog, eljutatni rászorulóknak. Azt gondolkoztam, hogy mondjuk azok a cégek, akik abban a helyzetben vannak, hogy marad nekik ilyen, hogy ők miért nem csinálják. Tehát mondjuk nem csinálhatja meg például egy Tesco, egy Osan, egy akárki, hogy azt mondja, hogy kérem szépen, aki rászoruló, az jöjjön ide este 8-ra, mert minden este marad 200 kiló kenyér. Hát ennek szerintem van egyfajta szabályozása, hogy ezt te miért nem teszed meg, van egyfajta uniós szabályozás. Hát a szállodákban is gondoljatok bele, múltkor voltam, valahol pont beszélgettem egy szálloda igazgatóval. És este 8:30-kor mentünk le vacsorázni, és elképesztő mennyiségű étel maradt meg. És jött az igazgató, dumáltunk, és csak úgy rákérdeztem kíváncsiságból, hogy mondja már meg nekem őszintén, hogy egyébként mit csinálnak ezzel az étellel. És mondta, hogy te ilyesen farccal rámondta, hogy kidobjuk. Igen. És mondtam, hogy nincs lehetőség, hogy ez egy sárvári szállada volt, nagyon sok szállada van, hogy gyermekotthonokba, időseknek, óvodáknak ezt ti elvigyétek, begyűjtsétek. Hát hihetetlen mennyiség volt kirakva, gondolom ugyanekkora mennyiség volt a konyhában. És azt mondta, hogy nagyon szigorú szabályozás van, és nagyon szigorú ellenőrzés van, hogy ők ezt soha semmilyen körülmények között nem játszhatják ki, nem adhatják oda, nem szállíthatják el, vagy most lék lesz belőle, vagy már a disznók se kaphatják meg, vagy megsemmisítik, de nincs rá törvényes lehetőségük, hogy ők ezt összegyűjtsék, és még aznap este
lehet, hogy 4 kilométerre mellettük működik egy óvoda, egy iskola, működik egy öregek otthona, egy leány otthon, bármi, és ezeket az ételeket odaadják. És mondta, hogy vérzik a szíve, de megsemmisítik, mert nincs rá lehetőség. A vendégnek pénz. Most ugye a készítel az nyilván megint más kérdés, hogy ez megromlik, veszélyesebb, szalmonella, stb. A vendégnek odaadhatod, utána meg kell semmisíteni. Ez csak egy szálloda, egy konyhája. Meg hát ráadásul mondjuk, hogyha hipermarketekről vagy nagyáruházakról van szó, ott meg azért ennek van mindenképpen egy költség vonzata is, tehát hogy ahhoz, hogy ezt ők mondjuk teríteni tudják a környéken, ha mondjuk csak egy helyre kellene elvinniük, akkor az egy dolog, de hát ezt logisztikailag is ki kell találni, azon kívül ugye el kell szállítani, ezek mind olyan plusz költségek, amiket nem biztos, hogy így áruház nem tud bevállalni. Igen. De amikor az idősek otthona a kis teherautójával lehet, igen, hogy eljönne a kajáért. Azt írja az Index cikke, nagyon érdekes, hogy 1,3 milliárd tonna élelmiszert pocsékulunk el. 1,3 milliárd világ, tonna, ez világviszonylag. Ma Magyarországon a legutolsó adatok szerint 566 ezer tonna élelmiszer hulladék keletkezik egy évben. Csak fogyasztás esetében 218 ezer tonna hulladékról beszélhetünk, amelynek negyede Budapesten keletkezik. Magyarországon egy család évente 100 kg élelmiszer dob ki. És hát ugye itt elsősorban a hiperekre, az áruházláncokra volt kihegyezve a cikk, hogy kik azok, akik együttműködnek, kik nem működnek együtt, kikkel könnyebb, kikkel nehezebb, mert hogy ott zajlik ipari mennyiségben. Tehát nyilván mi is hétköznapi emberként azért kikidobunk ételeket, tehát ipari mennyiségben azért ugye nyilván a hiperek és az áruházláncok semmisítenek meg élelmiszert. És hogy milyen kár ezért? Úgyhogy felhívjuk az élelmiszerbanknak a vezetőjét, aki hát hosszú évek óta, az élelmiszerbanknak az elnöke, hosszú évek óta harcol ez ellen, próbál tenni, és nagyon szép munkát végeznek. Itt van velünk Cseh Balázs. Hello Balázs, jó reggelt kívánunk. Ciao. Hello. Hello. Itt voltál már egy ideje a beszélgetésben, ha jól láttam, be voltál adva, hallgattál minket. Igen. A felvezetést vagy az adatokat szeretnéd még valamivel kiegészíteni, amiket elsoroltam? Nem, inkább azt tennék pontosítást, hogy amit elmondtál itt a szállodáról, hogy ezt nem lehet. Azért kicsit challenge-elném ezt az állítást, mert na, lehet. Na, kíváncsi vagyok, lehet? Külföldön már több olyan projekt zajlik, ahol pontosan vendéglátásból is átvesznek maradékokat. A Portugáliában van egy Daria Cordar nevű szervezet, akik évente már több millió pontosan ilyen szállodákból, éttermekből, rendezvényekről megmaradó felesleges vesznek át, és mindezt úgy, hogy ez megfelelő élelmiszerbiztonsági szabályoknak. Tehát, hogy lehetséges a megoldás itt is, az élelmiszerkereskedelemben és az iparban is. Ugye mi, mint Magyar Élelmiszerbank Egyesület, jelenleg csak élelmiszeripar meg kereskedelmi cégekkel dolgozunk, tehát olyan élelmiszereket veszünk át, amik bolti forgalmazásban is vannak, de szeretnénk, hogyha közeljövőben vendéglátásból származó felesleget is át tudnánk venni. Mi a jellemzőbb? Gyakran találkoztok olyanokkal, akik elutasítanak benneteket, és nem értik, hogy mit szeretnétek, vagy inkább már az a jellemző egy-egy hipernél, hogy a cégvezetőtől, hogy azt értem, tudom, próbálok segíteni, nagy hipert vezetek, dolgozzunk együtt, adunk nektek. Az a jellemző, hogy azokkal dolgozunk együtt, akik emberileg értik ezt a kérdést. Tehát, hogy mindenhol van felesleg, két korlátja van ennek a dolognak. Az egyik, hogy elhiszik-e, hogy megfelelő helyre kerül, tehát hogy nem lesz ezzel visszaélés. A másik, hogy az élelmiszerbiztonsági dolgokat betartsuk. Mi ezeket alapvetően tudjuk biztosítani és vállalni, de ennek ellenére egy cégnek úgy megsemmisíteni biztonságosabb. Tehát sokszor kapunk mi is olyan választ, hogy hát sajnos nálunk nincsen, vagy sajnos meg kell semmisíteni. Emögött én legtöbbször azt látom, hogy az ottani vezető nem elég érzékeny erre a témára. És azok a vállalatok, akikkel dolgozunk, ez körülbelül a 100 vállalat Magyarországon, ott vannak olyan vezetők, akik azt mondják, hogy igen, hát mégse kéne kidobni. És egyébként utána azt látjuk, hogy ahol elkezdődik egy lánta vagy egy cég egy együttműködés, tehát a dolgozók is utána azt mondják, hogy na végre, tehát hogy nem a kukába landul az élelmiszer, hanem legalább emberek asztalán elkerül. Tehát ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy marad náluk szárazárú, pékárú, le nem járt szavatosságú hús, és az összes megy a kukába, annak ellenére, hogy ennyien éheznek Magyarországon? Tehát ez egész egyszerűen effektíve megsemmisíti? Nem mind a kukába megy, mert azért megy ebből a komposztálásra, állattartóknak is, tudjuk, kutyások átvesznek dolgokat, tehát hogy nem minden a kukába kerül, de mi, mint élelmiszerbank azt mondjuk, hogy egy élelmiszernek az elsődleges célja az, hogy emberek egyék meg. Tehát minden ezután következik. Tehát, hogyha van olyan felesleg, amit meg tudunk menteni, és ez még a lejárati idő előtt kell, hogy legyen, akkor azt juttassuk el embereknek, és mi meg tudjuk azt már csinálni, hogy gyakorlatilag az ország bármelyik pontjáról néhány óra alatt el tudjuk juttatni, úgyhogy emberhez eljusson. Tehát van nekünk 220 olyan partnerszervezetünk, a
aki el tud menni akár Nyíregyházán, Békés Csabán, Szombathelyen egy adott boltba, akár este 7-kor átveszik, és ezt 8 és 9 között már kiosztják. Ehhez viszont kell az, mondjuk egy áruházlánc azt mondja, hogy én nem tartom kint a polcon éjfélig azt a terméket, hanem azt mondjuk 6 órával korábban leszedem és odaadom. Uh-huh. Az a kör az hogy dől el, hogy ki kapja meg ezeket az élelmiszereket? Mi olyan szervezetekkel dolgozunk, akik valamilyen szociális munkát végeznek, tehát hajléktalan ellátók, gyerekekkel foglalkoznak, családokkal, idősekkel. Ezeket a szervezeteket mi előzetesen is megnézzük, hogy tényleg jól működnek, tényleg azt csinálnak, amit mondanak, illetve menet közben is van egy folyamatos ellenőrzés. Tehát ez egy olyan kör, ami bizonyos szinten változik, de azért most már 10 év alatt, amióta működünk, hogy eléggé stabilan kialakított. És én azt szoktam mondani, hogy 99%-os garanciát vállalunk, de 100-at nem, de hogy azért ez a kör, ez egy elég megbízható kör, és azt mondjuk, hogy tényleg ezek az élelmiszerek tényleg rászorulókhoz jutnak el. Arra nincsen valamiféle szabályozás, hogy mondjuk hajléktalanok ne kaphassanak meg mondjuk lejárt szavatosságú konzervet, aminek nyilván nincsen még semmi baja, mert itt tudom én egy nappal korábban járt le, de nem lehet nekik odaadni, és ezért kell megsemmisíteni? Hát de lejárt szavatosságú konzervet nem adhatunk oda mi sem, tehát ezért fontos, hogy lejárat előtt még bármilyen rövid idővel is, de megkapjuk. Uh-huh. Te miért kezdted el ezt csinálni egyébként? Személyes indítatásból? Vagy volt valamilyen tapasztalatod, találkozásod, akár egy éhező családdal, gyerekkel, és azt mondtad, hogy jó, ez külföldön már ugye bevett dolog, átvesszük? Vagy csak láttad, hogy sikeresen működik, és azt mondtad, hogy hát akkor hajnál. Én feleségem Franciaországból több évig, és ő mesélte ezt a dolgot, és ők így barátokkal, ismerősökkel beszélgetni, ez annyira jó dolog, és annyira hiányzik Magyarországon, hogy meg kéne csinálni. És megkerestük az Élelmiszerbankok Európai Szövetségét, és akik tárkarokkal vártak nyilván, és gyakorlatilag így kezdtük el, hogy azt mondtuk, hogy ez egy nagyon jó dolog, nincs, kéne, hogy legyen. Mennyi élelmiszert juttattok el egy évben körülbelül? Tavaly kb. 1500 tonnányit juttattunk el, aminek az értéke egy 1,5 milliárd forint, és szerencsére évente 30-40%-kal növekszik, mert azért az a jó ír, hogy egyre többen csatlakoznak a rendszerhez. Van még olyan hiper, aki nemet mond, és akivel nem vagytok kapcsolatban, mert azt mondta, hogy nem? Van. Tényleg? De mi az én? Azt mondtad, hogy a személyes indítatás... Mindenkiben elolvasható, hogy kik azok, akik igen, vagy az Élelmiszerbank weboldalán, és mindenki, aki nincs ott, az ők a nemek. Komolyan? Igen. Én azt gondolom, hogy leginkább személyes. Tehát, hogy azok ott vannak olyan vezetők, akik ezt személyesen nem tartják elég fontosnak. Tehát ez tényleg annyira ezzel múlik, hogy láttunk olyat is, hogy valakivel nem, és aztán jött egy új vezető, és írta el, igen, mert ő komolyan gondolta ezt a dolgot. És van nyilván csomó buktatója, mert logisztikai folyamatokat kell hozzáalakítani, pénzügy számítani dolgokat, minőségbiztosítási dolgokat. Költsége van a felajánló részéről? Ez egy ilyen nulla pluszos dolog, tehát hogy inkább egy picit plusz, mint mínusz, mert ugye nincs megsemmisítési költség, van hozzá egy kis adóigazolás, tehát olyan kis adókedvezmény az adományokra, nyilván van vele belső munka, tehát hogy egyszerűbb kidobni, mint leszedni a polcról korábban, de összességében, akik kalkulálnak, azt mondják, hogy ez inkább plusz, mint mínuszos. Tehát még nyersz is rajta. Tehát nem azért nem adja oda. Tényleg ezen múlik. A vezető hogy gondolkozik. És én már nagyon sok emberrel tárgyaltam, tárgyalás után meg tudom mondani, hogy ebből lesz valami, vagy nem lesz valami, mert úgy beszél. Olyat nem lehetne csinálni, amit én láttam valamikor nagyon régen, hogy a használt ruhákat dobnak be, és akkor ezt összegyűjtik, hát reméljük jó helyre megy. Ezzel is foglalkoztunk egy éve, hogy felállítani, mit tudom én, 100-200 olyan gyűjtőhelyet, amit valaki vállalja az adott önkormányzaton belül, hogy begyűjti, átnézi nyilván, hogy ne legyen benne lejárt, és ezt egész egyszerűen eljutatja hozzátok, szortírozzátok, és mondjuk emberek megkapják, és így kvázi tulajdonképpen a családokat is be lehetne ebbe úgy vonni, hogy akinek van egy tésztája, nem kell neki hamarosan lejárt, tudja, hogy nem főzi meg, az bedobja egy ilyen kis dobozkába, ládába, bármibe, konténerbe. Egyrészt van ilyen, vannak ilyen ládikók, például van már Pécsen, Szegeden, Szigethalmon, Németországban indult egy úgynevezett ilyen food sharing mozgalom, ahol kiraknak ládákat, meg akár hűtőszekrényeket, ahol bárki betett, bárki kivehet. Mi, mint élelmiszerbank ebben nem vehetünk részt, mert mint gyakorlatilag mi élelmiszerkereskedőnek minősülünk, és nekünk csak olyan helyről szabad átvenni élelmiszert, ami ellenőrzött körülményekből származik. Egy lakás nem egy ellenőrzött helyzet. Aha. Viszont mi abban próbálunk megsegíteni, tehát ez is így a jövőbeli terveinkben van, hogy alakuljanak olyan helyi hálózatok, ahol mondjuk, ha valakinek van egy kerti parti, és maradott 50 adag étel, akkor tudja azt, hogy hol van az a hajléktalan szálló a közelben, vagy egy családok átmeneti otthona, ahol van 10 olyan család, aki ezt tök szívesen fogadja, mert magánszemély magánszemélynek ezt nagyon nyugodtan megteheti.
Igen, csak ha hajléktalan szállóra viszed, akkor ott már nagyon komolyan kell szabályozni azt, hogy mit vihetsz be. Tehát például csak egy egyszerű példa, a gyereknek, amikor a gyereked óvodában akarja ünnepelni a születésnapját, te, még ha cukrász vagy, akkor se süthetsz egy tortát, és nem viheted vagy be. Kell igazolást. Vagy igazolást kell vinni. Mi azt szoktuk csinálni, mi Gödöllel lakunk, ott van egy családok átmeneti otthon, tudom, hogy lakik 20 család, ha van ilyenünk, és van 30 a gételünk, berakjuk a kocsiba, oda megyünk, ott vannak a családok, átveszik, boldogan megeszik, mindenki boldog. Tehát ez lehet, ennek nincsenek korlátai. Azok a statisztikák, amiket az Index cikk ír, nyilván ezeket ti is tanulmányozzátok, nem azt kérdezem, hogy valós számok-e, nyilván azok, csak hogy hát itt azért elképesztő számokat olvas az ember, hogy 50 ezerre becsülik a tartósan éhező gyerekek számát, tehát ez megdöbbentő. Az időszakosan éhezők akár négyszer ennyien is lehetnek. Hát azért ezek megdöbbentő számok. Hát ez is, illetve az élelmiszer pazarlás mértéke is, csak hogy mondjuk egy arányszámot mondjak, hogy az 1500 tonna, amit mi megmentünk, az mondjuk az 1%-e sincs annak, ami a rendszerben van. És még hogyha azt is mondjuk, hogy ebből nagyon sok nem vagy nehezen menthető, én azt szoktam mondani, hogy ez biztos, hogy több 10 000 tonnányi az, ami viszonylag egyszerűen menthető lenne. Tehát egy óriási potenciál van ebben a rendszerben, és ezek sok milliárdos értékek. Hát kicsit az egész fogyasztói társadalmat hülyen tükrözi ez a dolog, amit ti az Élelmiszerbankban csináltok. Nem, hogy egyrésztről micsoda pazarlás és micsoda hihetetlen túlvállalás és túlgyártás, ugye legyen szó tényleg autókról, ruhákról, bármiről, kettő a másik oldalon pedig micsoda hiány, ahova ezt simán el lehetne. Igen. És hogyha megnézzük a világban, juttatni. Akkor pontosan a kevésbé fejlett országokban, a mezőgazdaságban vannak a veszteségek, azért, mert nincs megfelelő technológia, mert hűtés, és ahogy megyünk a fejlettebb világ felé, úgy a lakosság felé. Tehát Amerikában nyilván háztartási fogyasztásban a legnagyobb arányban az élelmiszerpazarlás. Mi valahol ugye középmezőnyben vagyunk ebben, tehát a kettő között mezőgazdaságban is van, iparkereskedelem, vendéglátás meg a lakosságban is, de hogy minden nem annyira durva, mint mondjuk Angliában vagy Amerikában a lakosság élelmiszerpazarlás. És nyilván szegénység is nagyon összefügg, mert aki szegény, ez nem pazarolhat, tehát ő nyilván mindent megeszik, mert mindenféle számít. Minél több pénz van valakinek, annál nagyobb a pazarlás is. Hát hogy nem, és ezek az adatok ugye, hogy 566 ezer tonna élelmiszer hulladék. Közben pedig egyre több az olyan gyerek, aki megkérdezi hétvégén, hogy mi lesz az ebéd, és gondoljátok el szülőként, amikor ugye nem csak arról van szó, hogy azért olyan gyerekek éheznek, sajnos, ahol mondjuk eljátszák a pénzt, meg elisszák, persze ilyenek is vannak, és az is szörnyű, de amikor a szülő mindent megtesz, egyre több az ilyen család, és azt igen, mondja a gyereknek, hogy nem tud mit enni, adni a gyereknek. Tehát, hogy... Igen, egyébként az a nagy kérdés, amit szinte itt feszegettetek, hogy annak van egy költsége, meg egy csatorna, hogy eljusson. Tehát ez a dolog, hogy van nagyon sok élelmiszerfelesleg, tegyük fel mondjuk egy áruházban, van nagyon sok rászoruló ember, de hogy a kettő között kell egy csatorna, és ez ember kell, pénz kell, eszköz kell, az Élelmiszerbank az egyik ilyen része ennek a csatornának, de azok a szervezetek, akik velünk dolgoznak. Tehát nekik autót kell biztosítani, hűtőládákat kell biztosítani, dobozokat kell biztosítani, ember kell hozzá, ez pénz és emberigényes dolog, és most azt látjuk például, hogy ez is egy szűk keresztmetszetté válik nagyon gyorsan, mert hogyha nagyon sok cég elkezd átadni, akkor ott lesz a szűk keresztmetszet, hogy ki az, aki ezt elviszi. Mert nekünk is korlátozott pénzünk, meg erőforrásaink vannak. Nyilván próbálunk folyamatosan pénzt szerezni, de az esély egyszerű dolog. Ugye ebből nincs pénz, mert ingyen kapom, ingyen adom tovább. És ugyanaz a partner szervezet, aki kapja, elmegy a boltba minden nap el kell menni, az minden nap kell ember, benzin, lehet, hogy este 8-kor kell elmenni, amikor már ő is. Hát nyilván van ennek egy működési költsége, persze. Így van, meg hozzáállás és energia és erőforrás. Tehát, hogy azért ez nem csak pénzkérdés is, de nem csak pénzkérdés. Mert nem lehet kötelezni valakit, hogy ezt megcsinálja. Tehát azt látjuk, hogy akik velünk dolgoznak, ott is rengeteg önkéntes dolgozik, és rengeteg olyan ember van, aki csak azért csinálja, mert hogy azt látja, hogy itt van valami, egy érték, amit el kéne juttatni, és akkor csináljuk meg. De hogy ebből is több kéne, mert különben nem fog eljutni. Kaptok bármilyen segítséget egyébként? Az államtól mondtad, hogy próbáltok pénzt szerezni. Hát azért ez nagyon fontos dolog, amit csináltok, és nagyon jó dolog, és nagyon hasznos. Kapunk szerencsére, a Szociális Minisztérium is támogat minket, illetve a Földművési Minisztérium meg szakmailag, tehát hogy ők próbálnak, ha valamilyen jogszabály vagy együttműködési dolog van. Létezik is egyébként egy fórum az élelmiszerpazarlási éhezés ellen. Pont ma van egy nagy szakmai konferenciánk, holnap lesz egy óriási rendezvényünk, ahol 5000 főnek fogunk maradék alapanyagokba egy óriási üstben főzni és ezt szétosztani, hogy egy kicsit egy ilyen figyelemfelhívás legyen a téma iránt. Mindenkivel próbálunk, civil szervezetekkel, állami igazgatási szervekkel, cégekkel, ágazati szervezetekkel, mindenki, aki érintett, és én azt láttam, hogy nagy nyitottság van, tehát ez a téma szerencsére megy előre, lassan, mindig szeretnénk a gyorsabban menne, de azért lassan, de haladunk.
Hát Balázs, remélem, hogy mi is tudtunk egy kicsit segíteni ezzel, hogy beszéltünk erről az Index cikke alapján, hogy megszólaltál, hát ha csak bejön egy fuvarozó cég, aki azt mondja, hogy gyerekek, vállalom, próbálok segíteni egy éven keresztül karitatív jelleggel, úgyis arra megyek, úgyis depózom, úgyis szállítok, pakoljatok be hozzám, és valamit elviszem, lerakjuk, az már akár segítség is abszolút lehet. Jó, nekem is van egyébként pont egy fuvarozó ismerős barátom, nagyon szívesen összehozlak, mert neki egy elég komoly cége van, és biztos, hogy tud nektek segíteni, de hát ezer felajánlás lesz, reméljük. Balázs, köszönjük, jó munkát nektek! Köszönjük szépen! Köszönjük Hello. Szépen! Cseh Balázzsal beszélgettünk, az élelmiszerbank elnökével. Hát igen, meg mondjuk az lenne jó, hogy a például azok közül, az élelmiszerláncok közül, akiknek a nevét, logóját nem találjuk meg az oldalukon, ugye az élelmiszerbank.hu-n, akkor ők is egy picit így elgondolkodnának azon, ugye a legnagyobb hiperek amúgy fönn vannak, de így kapásból van 3-4 olyan, akit ismerünk, aki még nincs. Aki még nincs, és lehetősége, igen, és lenne rá, hogy fönt legyen. Igen. Na, hát beszéltünk erről, szerintem ez egy érdekes téma, és nagyon szép dolog, amit csinálnak, és hihetetlen kontraszt egyik oldalról a mérhetetlen, elfogadhatatlan pazarlás, a másik oldalról meg 58 ezer gyerek éhezéssel. Tehát muszáj erről beszélni. Hárosugrás játszunk mindjárt, jó, ha valaki játszana velünk, jelentkezzen, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 múlt, pontosan 3 perccel. Kecskemét, Halasi út, Zagoni út, a sarkát, Rafi Pax, városból kifelé csak ékezet nélkül jött. A 8-as főúton Bánd és Herend között útfelújítás, plusz egy Audis tépkedi az orszőjét. Fehérvári elkerülőn Veszprém felé mérnek ezt. Béla küldte nekünk, Hungária körút befelé elesett. Krisztián üzente, köszönjük szépen. Egy-két SMS a témához hozzászólva. Nagy áruház láncán dolgoztam, a kidobott árut még hipóval is leöntötték, hogy ki ne szedjék a rászorulók. Aztán családsegítő szolgálatunk is hetente egyszer osztja a bizonyos hiper adományát. Csabáikon régóta szerződésben vagyunk, jól működik a rendszer, nagy szükség van erre a lehetőségre is, még itt Pest megyében is. Ezt Nóri küldte nekünk. Dolgoztam egy parti szerviz cégnél, egyszer készültünk 1000 fős rendezvényre, amire csak pár százal jöttek el, a maradék ételt kidobták. Mi nem ehettünk belőle, még a kutyának se vihettem. Sziasztok! Csak halkan tényleg egy mondat a másik oldalról, hogy azért nem mindig a cég a hibás. Hogy tehát nem, hát a szabályzás persze nagyon kemény, nem kockáztathat. Így van, nem kockáztathat. Így van. Hát ezt mondta a szállodás ember is, hogy megtenné, nem lehet, úgy megbüntetik őket, hogy azt viszont a szálloda nem tudja kigazdálkodni. Tehát ez nem éri meg átvágni őket, igen. Dolgoztam egyszer egy gyors étteremben, hihetetlen, hogy mi mennyiségű ételt semmisítenek meg egyébként naponta, csak azért, mert nem sokára az étel lejár, elképesztő, hogy ott is hány tonna kaját dobnak ki, lejárt szavatosság miatt, pedig semmi bajuk. Ez csak egy cédula, valamint egy előírás, ráadásul még a dolgozók sem vihetik haza, ez óriási döbbenet és a pazarlás legfelsőbb foka. Hát a dolgozók nem vihetik haza, nyilván ennek más oka is van persze. A pékségünk mintaboltjából évek óta minden este több zsáknyi pékárút viszel két szervezet, a nagycsaládosok és az egyházi szervezetek, soha semmi nincs kidobva, jó érzés, nagyon, írja nekünk egy hallgató. Pécsen lakom, itt is vannak kihelyezett dobozok, melybe bárki helyezhet ételt, bárki oda mehet érte és kiveheti, elfogyaszthatja, például ha marad főt ételt becsomagolom és a köztéri szemetes tetejére helyezem, többen csinálják a mi lakónegyedünkben. Hát ezért ez is nyáron melegben, szóval hogy valahogy nyilván kell ezt szabályozni, persze, hogy ne legyen itt komolyabb baj. Én Ausztriában dolgoztam, tőlünk minden szombaton rekeszre viszik el a Caritas szervezetek a megmaradt kenyeret, kalácsot, kifli zsemlét, ott működik ez a rendszer régóta kiválóan. Peti küldte nekünk. Köszönjük szépen. 2004-ben dolgoztam egy hiperben, majd megszakadt a szívem, amikor láttam, hogy ledarálják a zöldségeket. A jászberény állatver pedig nem tudott etetni, a távolság körülbelül 2,5 kilométer volt. A fuvar se lett volna túl sok, ezt Linda küldte nekünk. Hát ez milyen érdekes ez a dolog, nem? És milyen szomorú, hogy egyrészt, hogy tényleg mekkora pazarlás, másrésztről pedig micsoda igény lenne erre, ha lenne egy jó szabályozás, és lennének hasonló szervezetek, vagy kapnának még nagyobb segítséget. Kicsit megfonnyat répáért szerintem a zsiráf nem kiabálna, hogy nem kérem. Nem panaszkodna. Ha eszik a zsiráf répát, mert ezt most így nem tudom, de szerintem igen. Nem panaszkodna. Ugyanakkor meg azért a hiperek védelmében nyilván van nekik is egy policyjuk, ami kimondja, hogy mit tehetnek, mit nem tehetnek, valaki van, aki dönt helyettük. Világmárkáknál meg általában úgy szokott lenni, hogy ugye azért egy-egy márkánál például gyorsítani, mert hálózatoknál ugye nem adhatja a nevét egy lejárt szavatosságú ételezőt. Át kellene csomagolni, hogy ne szerepeljen már rajta a cégnek a logója, ami ugye olyan pluszköltség, amit senki nem vállal. Nem vállal be senki, igen. Jó, hát foglalkoztunk a témával, kellett szerintem erről is beszélni. Játszunk, már itt is van a játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Hello Balázs, jó reggelt! Hello, jó reggelt! Honnan hívtál minket, Balázs?
Jelenleg az M0-áson haladok Győr felé. M0-áson Győr felé. Szállítasz valamit? Fogok majd onnan Dunaújvárosba. Dunaújvárosba szállítasz. Milyenek a kérdések, Jani? Annyira könnyű, hogy én kérek elnézést. Mehetünk? Mehetünk. Így szól az első kérdés. Oh, yeah! Inkább ez. Milyen nemzetiségű csapatok találkoztak legutóbb a férfi kézilabda bajnokok ligája döntőjében? Spanyol és magyar. Így van. Így van. Menjünk tovább? Mehetünk. Baseball sapkáért így szól a második kérdés. Hogy nevezik azt a katonai alakulatot, amely a római pápa testi épségére vigyáz? Hú-hú. Katonai alakulat. Fura kis csíkos, budgyos cuccokba mászkálnak. Igen. Hát, ez fogós. Annyira nem is olyan könnyű. Biztos, hogy láttad már őket. Segítség, esetleg. Hát... Az a baj, hogy ezt így nem lehet. Ha nem tudja az ember, vagy nem hallott róla, akkor nehéz. Ők a svájci gárda. Aha. De biztos, hogy hallottál róla. Biztos, hogy láttad őket már. Úgyhogy így a nevük lehet, hogy nem volt meg, de egy nagyon jellegzetes kis testületről van szó, mert hogy gyakorlatilag ilyen középkori ruházatban parádéznak mindenféle rendezvényeken, ahol a pápa is ott van. Igen. A Szent Péter Dolom Vatikánban lehet őket látni. Ó, már valaki így volt. Hallottunk. Svájci gárda! Kérdezz meg, mit akar Balázs? Nem, mert valamelyik kollega biztos hallja, hogy éppen veletek beszélek, aztán most le akar infózni. Vagy lehet, hogy segített volna. Igen, csak az már késő, csak már az a baj, hogy késő. Később, igen, hát ha tudta volna a svájci gárdát, kik azok a svájci gárdisták, igen. Balázs, hát még boom sincs, mert hogy a második kérdés után. Sajnálom, majd legközelebb. Legközelebb, köszi a játékot. Ciao. Köszönöm, sziasztok. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Nem, szerintem ezt azért lehet tudni, hogy ők a svájci gárdisták. De hát ezt ilyen bohócoknak vannak öltöztetve, szegények egyébként. A kis síkos ruhájukba, budgyos ruhájukba, de ezt engedjük is el, és szólítsuk föl még egyszer a hallgatókat, hogy amennyiben valaki egy triolát be tudna. Nem hozták még be. Még nincs triolánk egyelőre. Hozzatok egy triolát, és a Jani kitakarítja a kocsima. Várjál, viszont a fogadás, ha mégse sikerülne. Balázs fog elszórakoztatni a benneteket különböző részletekkel az Iván a király című rock operából, aminek amúgy is most van a jubileum. Jó, de ellenfogadás kéne, vagy valami ellentét, hogyha mégse tudja eljátszani, akkor te mit kérsz? Én azt kérem, hogy majd a királydomban is nyomja el. Jó, most a jubileumi előadás. Igen, Feróval és Vikidállal az oldalamon egy kis triolával nyomja le, mert igen. 5 perc, pontosan 9 óra Ákos elmondja a legfrissebb híreket, ha van friss közlekedési hír, küldjétek el nekünk, nagyon örülünk neki, mi pedig jövünk Ákos híre után. 9 óra múlt, pontosan 8 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk a Klasszon. És amit drága hallgatóink küldtek nekünk közlekedési híreket, hogy egy kicsit könnyebb legyen azoknak, akik úton vannak. Gyoma Endrődön, öregszülő után van egy trafi, ez Csé és Misi, vagy Csé Misi küldte nekünk. Köszönjük szépen. A 8 éves ikreim erre a számra tombolnak minden reggel suli előtt, ezt üvöltik. Na még mit nem? Amikor születtek, akkor kezdtük el játszani. Igen. Az M7-es autópályán mérik a Nagykanizsa felé haladókat a 145-ös kilométernél. Buszos Jani küldte nekünk. Aztán rengeteg játék. Megfejtés, ahogy látom, ez már te vagy, Feri? Bizonyám. Te vagy már. 171-es kilométernél az M3-ason szintén mérnek, az M3-as Budapesttől a 150-es Kavicsig viszont tiszta, és jól lehet haladni. 82-esen Győr felé katonai autók sora, előzi nem lehet őket, nem érdemes ugrándozni, több kilométeres a sor, úgyhogy ott is vigyázzon mindenki. Kata küldte nekünk. Köszönjük szépen. Hát ezek a legfrissebb. Ezek a legfrissebb hírek, gyerekek, közlekedés szempontjából. Csak az a rohadt triola. Aha. Csak az érne már. Ide, gyerekek, van még 50 percünk, hogy meghallgassuk a kiváló előadó művészt, aki ideiglenesen hazánkban turnézik. Én bevállaltam a pucoválást, érted? Tehát, hogyha esetleg Balázsnak tényleg sikerül ezt az örökbecsű dalocskát eljátszani a triolán az István a királyból, én rendbeteszem azt az autót. Az jó lenne, csak nincs triolánk még mindig egyébként, de nincs triolánk. Aha. És picit sajnálom. Hallottam már, hogy beszéltél a biztonsági őrrel, és mindenkit elzavar, aki triolával jön.
a pultjához. Jó lett volna, most valakinek tényleg szúnyad egy ilyen valahol a hálószobájában, az ágy alatt egy dobozkában, vagy a szekrényben, vagy még egy gyerek játszott vele, mert azért ezek régi játékok, és be tud egy ilyennel szaladni, besírtál volna. Fújja le róla a port, törölje ki belőle a nyálat. Hozza be ide. Nem igaz egyébként, a mostani óvodákban nincsenek már ilyen klasszikus játékok? Hát, van még ez a szilofon triolán, van még. A triolát lehet, hogy nem erőltetik a nyálból nyálba típus miatt, de egyébként szilofon van például nálunk. Szilofona nem megy? Nem, azt nem ajánlottam föl, az abszolút nem megy. Én ezt triolán tudom neked eljátszani. De ott van, az lenne, az zsűl mutogatja a képek, ha valaki tudna egy ilyet hozni, akkor meghallgathatnád. Nagyon-nagyon összekoszolnám az autót, rettenetesen összejárnám a szőnyeget, brutálisan lemennék Siófokig és vissza, csak hogy nagyon-nagyon sok bogár legyen a szélvédőn, tehát olyan autót kaptál, hogy egy hétig állnál ott a benzinkúton, hoznád a kis súrolószereidet, és egy kis vödreidet, felkészülnél gumikesztyűvel, egy napig csinálnád. Csokoládé belekenve a bőrbe, banán, rothadó banánhéj az első ülés alatt, de minden, egy halott egér hátul a csomagtartóban, egy zabos tasak mellett, mindent beletennék egyébként. De nincs, egyelőre nincs. Juli, senki nem hozott triolát? Semmi? Senki, sehol egy triola. Nincs egy triola. Az, amit így verni kell? Nem, az a triola. Nincs egy triolád otthon a gyerekeknek? Nincs. Nem veszünk olyan eszközt, amivel hangoskodni lehet. Nem ugyanaz. Figyelj, esetleg egy pozant nem tudna valaki behozni, vagy van bármilyen más hangszer. De holnapra szerzek, ha kell. Szerzel egy ilyet holnapra? Jó, mert ma a fogadásunk ma él, mert holnapra már tud gyakorolni is. Nekem nincs ilyen, a műsor után negyed tizenegykor már ott leszel, egy hangszer voltál. Triolát azonnal! Bármennyibe is kerüljön! Igen, ez így lenne jó, hogy most jön egy, és most megfújjon. Hát papa, játsszál vele, nem játszhatok! Csak triolán játszhatunk ma! Nem hiszi el, Jani, hogy le tudom játszani ez is. István a király. Az egészet, mind a két lemezt egyszerre. Felkelt a Minapunk című dalt, én el tudom játszani triolán, és Jani elmondta, hogy most hoz valaki egy ilyet ide, ő kitakarítja nekem a kocsimat, mert nem hiszi el, hogy ezt meg tudom csinálni egyébként. Így van. A felkelt a Minapunk, István a mi úrunk. És tudja visszafelé a könyveskelemen rockballadát is. És a padlás. Nem, holnapra szerzek, jó? Jó, az is jó, csak ne legyen rajta túl sok gomb. Tehát nekem olyan volt tényleg, ami kevés gomb, sok gomb összezavar, nem tudom, hol kell kezdeni. Ott fut a gyáva. Jó, csak mondom, hogy ma délután, gyerekek, na, a sportrajongóknak, és egyben helyi a sportcsatornáknak is mondom. Helyi idő szerint, 15 óra 15 perckor, sporttörténelmi esemény. Uh-huh. Ne hívjatok, ha akarnátok, ne keressetek, hiszen ne csörögjetek rám. Hiszen gyakorolsz a Liszt Ferenc zene felé. Ne csörögjetek, ne zavarjatok. Mi ez a Balázsban a losszteremben? Elvonulok, letelepedem a televízió elé, és megnézem minden idők egyik legnagyobb. Na mitől a legnagyobb? Grand Slam negyed döntőjét. De miért a legnagyobb? Hát amikor Rozsé játszott, az nem volt a legnagyobb. Uh-huh, uh-huh. Most miért a Nadal meg a Djokó miért a legnagyobb döntő? Ennek most komoly története van, amit elmondhatnék neked, de egyrészt több nem érdekel. Több fölösleges, nem érdekel. Kettő szita vagy, átmegy rajta. Igen. Aha. Kérdezni is akartam, hogy ráérünk. Csak hogy felvezessem, hogy miben nyerhetsz te most, ha fogadunk. 10 000 forintban. Van egyrésztről ott van Nadal, akinek egyébként ma van a születésnapja. Ő a 60-65, majdnem 70 Roland Garros meccs alatt egyetlen egyszer kapott ki, ami már önmagában elképesztő teljesítmény. 9-szer vagy 10-szer húzta be a Garrost, veretlen, egyszer verték meg. Őt úgy hívják, hogy Söderling, de neked ez több mint egy. Abszolút. Nadal az elmúlt egy másfél évben sok bajjal szenvedett, sérült, leírták, visszacsúszott a világranglistán, kikapott salakon, ami azért vele nem sűrűn fordult elő. És most lehet ez a nagy visszatérés, amikor újra elfoglalja azt a trónt, ami az övé, és őt illeti meg, és egyébként címvédő, de rossz szezonja van, és másfél éve Nadal nagyon szenved. Ahogy Rogert is leírták, azt mondták, hogy vége a pályafutásának, és Nadal a sülyeztőben, és ő már sose lesz salak király, mint régen, verhető salakom. Hú, basszus, hol van a melegítő fel, sem a hidegfutó salakom. Szemét! Az a baj, hogy nem vagytok igazi. Istenem, már most a bőrös vagyunk. Másrészt ott van Djokovic, akinek ez az egy hiányzik.
Tehát nagyon akarja győzelmet. Óriási presztízs. Nagyon akarja, neki nincs meg a Garrosz. Nem húzta még be soha. Aki ezt a meccset nyeri, nagy eséllyel nyeri a Garrosz. Szerintem Möri is jó most salakon, a Conga is, de ők ott elfáradnak majd egymással, hogy küzdenek. Ha Ferrer ugye kikap mondjuk Möritől. De hogy... Ők játszottak már ezen a Rolandon együtt? A Gyokó meg a Nadal? Ők neki nagyon sokat játszottak már együtt, igen. Nagyon sokat játszottak együtt. A Roland Garroszi meccseiket kevésbé tudom, de hát ők nagyon sok mindent csináltak már együtt. Tehát a US Open-en játszottak döntőt rengetegszer. Ide-oda verik egymást egyébként folyamatosan. És 2010-ben, 2011-ben, 2012-ben ők nagy mumusai voltak egymásnak. Tehát... ez egy nagy visszavágó is lehet például a US Openben elszenvedett győzelmekért, vereségekért. Gyokó viszont érinthetetlen az elmúlt pár hétben, pár hónapban. Hihetetlen statisztikákat hoz. Akkor legyen 20 játék? Nem, azért annyira nem hiszek. Annyira nem hiszek és az egészben. Jó, hagyjuk az egészet. Hallgatjuk az autót. Szóval ez ma nagyon sok mindenről, és ha Nadal megveri a Gyokót, akkor... hát akkor visszaül arra a trónra, idézőjelesen, amit ő most már azért így kiengedett. Szóval ez az évmeccse lehet akár. Uh-huh. Ez a mai. 20? Nem akarok ilyen. Nem, maradjunk persze. 15? Nem. Ne veszítsünk talajt. A 10 az teljesen jó. Ne veszítsünk talajt, jó. Szóval ez egy nagy meccs lesz ma. Uh-huh. És akkor téged ne hívjunk 3 után. Nem, de ha el tudod intézni, hogy egyszer meghívjanak szakkommentátornak, akkor oda nagyon szívesen elmennék. Én ezen nagyon csodálkoznék, hogyha ezek után valamelyik sportcsatorna nem csapna le rád, hogy ilyen feltűzölő hangú beszédet tud. Jó, figyelj, ez nektek semmi. Ez nektek semmiről nem szól, csak adatok, akik nem szeretik a tenisz, de hát ez olyan, mint amikor, mit tudom, megrendezik a falmászás lőrinci házi bajnokságát, és ott szó. Állsz nem. Hideg verítékkel, mert indulsz rajta, krétaporozod a kezed, és jönnek a káposztásmegyeriek, és készülnek téged leverni falmászásba. És ott a kis magnéziumos vödör mellett állsz rá meg a kezed, mert ott van egy lőrinci, meg egy káposztásmegyer, és verhető vagy. Te, mint a lőrinci falmászás. Igen, és úgy érzem, hogy odaérhetek a izére, amit tudom én, a Kassa Kupa harmadik helyére, a Masters 4 kategóriában. Hát igen. Mi játszunk a Janival, és te közvetíted, tessék. Ott állunk a Roland Garroszon, a Jani meg én te vagyunk. Te meg a Jani. És ti egymás ellen játszunk. Hát ez viccesebb, mint a Conga Nishikori tegnap. Tehát, hogy ez így már önmagában, ez önmagában vicces. Úgy lenne jó elmennénk szakkommentátorkodni, hogy te lennél mellettem, aki folyamatosan kérdez. Egyszer átadná az Eurosport, és azt mondja, hogy oké, Garrosz negyeddöntő, mondjuk, gyertek be. Lelőnének bennünket. Üljetek be a csaj mellé. Én meg kint a parkolóban mosnám a kocsidat, hiszen már a triolázás után. És te lennél a laikus, aki állandóan kérdezel. Egyébként meglincselnének a teniszrajongók valószínűleg, akik néznék, de nem baj, szórakozottól lenne. Miért lopja a labdát a bácsi? És te, kik azok, akik ott gurítják a labdát? Az alapvető szabályokat tudod? Hát minimálisan tisztában vagy azzal, hogy meddig megy, hány szettet játszanak, például egy Grand Slam-en mi történik, ezt tudod? Ezt vágját? Semmi. Miért? Mit vágjunk rajta? Én már mondom neked azt a 15, 30, 45, 70, én már azt se értem, hogy számolják a pályát, mi a francért kell duplán csíkozni a két szélén. Érted? Van egy belső csík, meg egy külső csík. Akkor így van. Akkor van a net, vagy a csusza. Uh-huh. Ezt utoljára Balatonon hallottam. Igen. Amikor, de a csúsza, úristen. A csúsza, a hálom, ezt a kettőt jegyezted meg, az egyik a feleséged harisnyája. Az így volt, van, a csúsza, meg a túlos csúsza. Jaj, de jó, azt te szalonna pörccel sok tejföllel. Istenem. Na, mindegy, tehát van a csúsza, hogy ott akkor neki miért jár újra, és hányszor lehet hibázni ezt a dolgot. Nem miért tesz a zsebébe plusz 2 labdát? Nem nyomja a heregolyóját? Miért kell kiabálni ez a harmadik? Hány szettet játszanak? Fordulnak a pályán, miért kell átállni a másik oldalra? Nekem csak kérdéseim vannak ezzel az egésszel. Tehát nem is érted. Ezért lennél te jó. Az őszinte tudatlanság az érdekes. Őszintén tudnál, igen. Na jó, abba hagyom, mert kevesebb embert, vagy több embert nem érdekel a tenisz, mint ahány embert érdekel, abba hagyom. Az a baj, hogy egyébként sokkal, de sokkal több embert érdekelne, hogyha ez most az aktuális érdeklődési csapás irányokban nem a második helyen áll ez a téma. Hiszen az első helyen még mindig az a téma áll, hogy vajon triolán el tudod játszani például azt, hogy nem kell olyan Isten, aki nem tud magyarul, szabad magyaroknak nem kell ilyen, én ezt akarom hallani. Jó, most az a baj, ezt fogom hallgatni életem végén, mert nem hoztak már a triolát. Én nem akkor is szerzek már a triolát.
Egy három gombost, ahogy kért. Na, nagyon sokan kérdezik, hogy mi a helyzet a színész kontra dal előadással, ugye? Ma van egy nagy értekezletünk, ahol két dolgot is kiválasztunk. Egyrészt, hogy mely színészeket hívjuk föl és kérdezzük meg. Kettő, ez egyébként egy kicsit kutatunk is, mert kíváncsiak vagyunk, hogy melyik színész mit mond, hogy utasít el bennünket, benne van vagy nincs benne. Kettő, ma kiválasztjuk azt a két dalt, amit odaadunk két színésznek. Ugye tegnap, ha valaki nem hallgatott esetleg bennünket, kitaláltuk, mert volt egy nagyon helyes magyar színész csaj, aki elszavalta a Kozsó Szomorú Szamuráj című dalát versben. És arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk olyan dalokat, amiket szívesen meghallgatnának egy profi színésztől, úgy, ahogy egyébként a magyar színész kislány is csinálta, hogy elszavalva. És hát több ezer SMS jött, hogy kivel párosítanátok össze, és ki mit szavaljon el. Ezt ma eldöntjük, és ma elkezdjük egyébként hivogatni a színészeket. Biztos, és kíváncsiak is vagyunk egyébként, hogyha tényleg A-kategóriás nagy magyar színészeket hívunk fel, akkor ki mit mond. Mi nagyon bízunk bele, hogy lesz annyi humorérzékük, hogy azt mondják, hogy oké, vágjunk bele, ez jó poén. Mondom, színészi képességet is bizonyít, ha jól meg tudod csinálni egy rossz dalszövegből, tehát akkor saját magadat fényezed, meg szerintem jó felség egy ilyet megcsinálni, nem csak az a állandó, az a hülye lír király, vagy mi az érted. Igen, úgyhogy ezt ma eldöntjük, és igen. De jó, hogy eszedbe jutott valami felé. Én is kicsit most fújtam egyet, hogy mit keresgéltem, érted? Ha segíteni kell, bajba leszek én is. Lesz olyan, aki nemet mond, szerintem. Biztos, hogy lesz. Degradáló egy színésznek egy ilyet bevállalni? Nem, egyáltalán nem. Ugye, hogy nem? Egyáltalán nem. Nekünk szükségünk volt annak idején, amikor még csináltunk egy ilyen kis abszurd színtársulatot, a Télapa akciócsoportot, akkor volt egyszer szükségünk egy Woody Allen hangra. Hát és nyilván megkerestünk valakit, aki Woody Allen magyar hangja volt hosszú időn keresztül, és zseniális volt benne, ez pedig Kern András volt. Bementünk a színházba, éppen az előadás előtt volt, tehát készülnie kellett ugye arra, hogy nem sokára a színpadra elé bementünk, odatoltuk a diktafont az orra alá, ő felmondta azt a mondatot nagyon szívesen, és gyakorlatilag semmit nem kellett neki magyarázni. Amit kértünk tőle, szépen felmondta, elköszöntünk tőle, sok sikert kívántuk az esti előadás, az első, iszonyú jó arc volt. Tehát, hogy van ilyen is. Ugyanakkor azt is el tudom képzelni, hogy valaki hátra dobja majd a sálat a nyakán, és azt mondja, hogy légy szíves, rácok, azért este előadásom van, nem kockáztathatom a hangomat, vagy a másik változat, és mennyi pénz van erre? Hogy pénzt kérnek, igen, majd értem. Igen, van. Azt mondja egy színész, hogy oké, gyerekek, megcsináltok, leadjátok, nyilvánosságot kapok, bár nem feltétlen van rá szükségük, de hogy fizessetek? Én tudnék példát, igen, mondani. Aki azt mondja, hogy mint 50 ezer, vagy 100 ezer? Aki simán megkérdezi, hogy mibe fáj. Tényleg? Igen. Na, hát azt nem tudom. Jó, minden esetre kitaláljuk, szerintem péntekre megvan az eredmény. Jó? Csak azok kedvéért mondjuk, akik tegnap tényleg küldtek nekünk SMS-t, hogy péntekre összepárosítjuk a dalt, összepárosítjuk a színészeket, és megvan az eredmény. Na, viszont egy kaliforniai munkavédelmi hatósági intézkedésről beszéljünk néhány mondatot, mert szerintem férfi hallgatóinkat azért ez érdekelheti. 21 oldalas rendelet tervezetet adtak ki, hogy milyen követelményeknek kell majd megfelelni egy-egy forgatáson Kalifornia államban. Felnőtt filmforgatásról van szó. És a dolog azért vicces, és tényleg nem az erotika vonalát akarjuk érinteni a dolognak, bár nehéz lesz elkerülni, hogy kitalálták, hogy védőszemüveget kell viselni ezen túl a Kaliforniában munkát vállaló lányoknak, védőszemüveget. Hogy az mi ellen? Hát úgy lavírozzunk a témában, hogy lavírozható legyen a dolog. Védőszemüveget kell viselni, mint munkavédelmi felszerelés. Ha ez és egy jól megtervezett, elegáns, trendi védőszemüveg, és nem pedig olyan, mint amilyeneket, mit tudom én, például ilyen festikáruházakban lehet kapni, azért, hogy mondjuk a szobafestő, mázoló, tapétázó szakembereknek nem menjen a szemébe a mész, a festéka, nem tudom micsoda, hanem tényleg egy ilyen kis dizájnosabb cucc, akkor szerintem nincsen vele semmi gond, az még mindig a titkárnő sztájlba tartozik szerintem. De szerintem ezek ilyen hegesztő szemüvegek lesznek, nem? Vagy ilyen nagy búvár szemüvegszerű dolgok. De akkor miért nem egyből? Érzem már magad elő a szituáció.
vagy miért nem vitték el az egészet teljesen morbidba, vagy miért hagyták ezt ennyiben. Tehát akkor miért mondják ezt, hogy minden nő, aki Kaliforniában folyogat, viseljen hegesztő szemüveget, mert... Képzeljük már el a katarzisnál. Jövök, és hirtelen előkap a háta mögül egy hegesztő pajzsot, és maga elé tartja. Ez egy jó kérdés, hogy végig rajtuk kell, hogy legyen? Tehát a jelenet az úgy indul, tehát minden jelenetet majd tényleg építkezéseken forgatnak, ahol hegesztenek, és nagyon csillogó hegesztő szemüveget, vagy egy adott pillanatban állítják meg a felvételt, és kell mondjuk fölkapni a védőszemüveget. Ez a férfiak miért nem kapnak akkor védőruhát? Meg az indokolatlan, most egyszer csak, vegyük fel a szemüveget, mindenki. Feri, nem indokolatlan, hogyha mondjuk a filmnek az a címe, hogy Dirty TMK. Vagy valami ilyesmi. Állítólag a Kaliforniában csak és kizárólag ilyen filmek készülhetnek. Tehát ezt azt mondták, hogy vigyázni kell az ott dolgozókra, nekik rengeteg mindent ugye papírral kell igazolni, hogy egészségesek forgathatnak, de hogy emellett még a nőket egyébként meg kell védeni, és védőszemüvegben kell forgatni. Más államokban készült filmeknél nem kell védőszemüveget ordani, hát nyilván tömeges elvándorlás lesz. Tehát arra mész egy állammal, ott már nyugodtan forgathatsz. De hogy nem egy életszerű. Nem. Szabályozás ez, hogy védőszemüveg legyen felnőtt filmeknél. Hát nem? Plusz a teljesen zárt védőszemüveg, ami így fölfekszik a fejre, az a testhőmérséklet emelkedésével, amikor ugye izgalmi állapotba kerülsz, bepárásodik. Tehát mit fogsz látni? Félva színésznők próbálnak hozzákerülni a tutihoz. Mert az be fog párásodni. Lesz valaki, aki törölgeti? Nem tudom, Tera Black, mit tudom, White, nem tudom, hogy meg ne fulladjon. Igen, sorry vagyok. Behajol, és akkor letörölgeti. A Kaliforniában készült filmen látsz valakit, aki bemászik, fölnyúl egy kéz, megtörlik a csajnak a hegesztő szemüvegét belülről, és áttörlik, majd kimegy a kéz. Nem életszerű a dolog. De volt, tehát, hogy azért hozták ezt a, vagy azért akarják ezt a rendszert bevezetni a felnőtt filmeknél, mert már volt korábban olyan baleset, amiben valakinek esetleg károsodott a szeme? Nem tudom, hogy ennek pontosan orvosi magyarázata van-e, vagy tényleg ez egy olyan munkavédelmi ruha, hogy ne legyen baja a szemének. Ott, ha fizetett, mire fizetett a biztosító? Azért ezt megkérdezném. Hogy ez egy munkavédelmi szemüvege, nem tudom pontosan egyébként, hogy mire használják, de azért az megvan, amikor ilyen bombacsajok bejönnek, vagy ilyen búvár szemüvegben, vagy hegesztő szemüvegben. Tehát azért az nem lesz életszerű, nem? Hát az elején a klasszik film, az ilyen jellegű film, az felöltözve kezdődik. Ugye van valami rövid történet, ez 1:20 általában, van egy pár jó párbeszéd, mesélték nekem, és ott még felöltözve vannak. És odáig nem kell a szemüveg, mert nem történik semmi. És elkezdesz levetkőzni, és igen, akkor... és azt mondja a forgatókönyvíró, hogy valahogy kerüljön rád a szemüveg. Na, ezt a pillanatot szeretném, hogyha megmagyaráznátok nekem. Tehát, ha ti vagytok a forgatókönyvírók, akkor milyen szituációk vannak, hogy fölkerül a szemüveg, mikor te egyébként levetkőzöl? Hát kopognak az ajtón, bejön két ember, és azt mondja az éppen egymásra találva párnak, hogy ne zavarják magukat, csak jöttünk hegeszteni. Erre a lány ugye megijed, és azonnal felvesz egy védőszemüveget, és közben a háttérben hallod, hogy folyamatosan ugye hegesztenek, a kislány pedig félti szemevilágát. Ugye, hogy kerül rá fel a szemüveg? Ez egy jó kérdés egyébként. Mikor? Tehát mi az a dramaturgiai pont, amikor felkerül a szemüveg? És mi van, ha mind a két keze foglalt? Akkor van egy asszisztens, aki betartja. Elnézést. Igen. Hopp. Hoztam a szemüveget. Emlékeztek még a régi filmekre, amikben komplett történetek voltak, autós üldözések, rohangálások, halálesetek, hogy azért ez a műfaj is... feleslegesen. Sokszor azt éreztük. Igen? Én gyerekként mindig végignéztem a történetet, mert amikor nem értettem, hogy ez miről szól, engem még jobban az én attól annyira meg voltam ijedve, hogy átpörgettem az aktust, viszont nagyon tetszett az autós üldözés, mert anyám még nem engedték soha, hogy megnézzem a... Ki volt ez a két srác, aki átugrott a motorháztetőn? Hazád megy el Ordai. Igen. És azt nekem nem engedték. És amikor először találtam felnőtt filmet, abban volt autós üldözés. És mindig áttekertem, amikor én nagyon csúnya dolgok történtek, azt nem tudtam, és néztem az autós üldözést, és tökre örültem neki. Hogy végre egy jó autós üldözés. Miért köt neki mindig egy pajtába? És remélem, amikor megtudták, hogy ezt nézem, teljesen meg voltak rémülve, hogy hát micsoda aberrált gyerek lesz, aki már 14 évesen megtalálta ezt a kazettát, de nem tudták, hogy én azokat a részeket akkor még nem néztem meg. Mint a 12-11 évesen. Persze. Sokkal jobban érdekelt, hogy milyen autót üldöznek, mi az a Ford Mustang, ami benne van, és mi az, ami neki megy. Voltak ilyen filmek, régen sztorik voltak. Persze, és csodálkoztam, hogy a halálos fegyvereiben nem voltak ilyenek. Hogy ott nem volt az, hogy aztán a két főhős valakivel összesöndörödik benne. És nem. Ilyen durván. Nem, nekem az első ilyen élményem az volt, amikor ilyet megláttam, amikor jó témát látom, hogy mi volt az első élményed, hogy ott volt egy csávó, aki azt mondogatta egy csajnak az asztalon, hogy manja, manja. Milyen nyelven volt ez? Manja? Manja, manja. Manja.
Egyél. Azt hiszem, talán olaszul. Egyél. És leültek egy rohadt jó makaronihoz, és én azt néztem, hogy basszus, ez tök jól néz ki ez a makaron. És megkapta a csaj, hogy manja, és nem értettem, hogy miért térdel az asztal mellé. Én máshol kerek. És elkezdett a csaj enni. De nem az én 11 éves galamblelkemnek megfelelően ette ő a manja felszólításra a spagettit, hanem valami mást fogyasztott. És döbbenten álltam a dolog előtt, és nem értettem, hogy ez hogy lehet egy ilyen dologért ott hagyni azt a jóféle makaronit. Az enyém sokkal durvább. Na, te mit láttál először? Na, az enyém az ráadásul egy ilyen horror és felnőtt film. Zombik? Koktél volt, igen. Ott a következő történt, egy hölgy ült az asztalnál, vele szemben egy úr. És volt ott egy másik úr is, és a hölgyet folyamatosan itatták, miközben az úr, aki szembe ült vele az asztalnál, a lábát átnyújtotta az asztal alatt. És a nagy lábújjával ismerkedett a hölgyel. És mit csinált a másik és úr? A hölgy örült neki? A másik meg itatta. De mivel? Alkohollal? Vagy? Igen, igen. Tehát, hogy egy ilyen fura dolog volt. Ott álltál meg a fejlődésen. Igen. Nálatok mi volt? Mi volt az első, amire emlékszel, amit láttál? Sanyi bácsi átjött a gumicsizmájával herélni a fiatal malacokat, megcsináltuk, ez volt az első, aztán meg a búgatás. De mint film, mint VHS, amit beraktál, megvan az első? Mert én konkrétan emlékszem, mert fiatal fiúként egy hajón játszódott, és mondom, ott egy kabinban manja felirattal akarták megenni ezt a spagettit, csak nem értek a végére, és ezt meglehetősen szomorúan konstatáltam. Neked az Emmanuel volt a legelső? Az semmi. Hát semmi, de az akkor azért az én lakókörnyezetemben egy Emmanuel, viccelsz? Az könyvverzióban is volt, és aztán nem. Ezt megcsinálták filmverzióban. Ezeket a Gergely Robi énekel talán? Igen. De szerettem. De az azért erotikus az jellegű volt. Az erotikus jellegű, de hát azért az nyitotta meg a világot. Tehát nem emlékszel az első az nagy első hú, igazi... van apámnak egy kazettája, gyertek, tegyük be című felkiáltás. Ezt nem fogjátok elhinni. Gimnázium, általános iskola. Miért nektek ti az apátok kazettáját néztétek nem, én voltam olyan, mint általános iskolai szülőnapi bulin, 8-ban, ahol jött egy Kovács Peti nevezető osztálytársa, azt mondta, gyertek, ez apám kazettája. Betette, és megfagyott a buliban a hangulat, mert nem értettük, hogy mit látunk. Csak sejtettünk, hogy ott szörnyű dolgok. Ott szűrült a parket. És az a buli volt, amikor 8-ban beadtak a szülők, és ott hagytak. Majd jött Kovács Petika, és berakta apja kazettáját. Egy nem tudom milyen, ilyen két kazettás, nem tudom milyen VHS. Nekünk nem volt például otthon videómagnunk, nekünk nem volt. Nem volt? Nem volt, soha nem volt anyáméknak videómagnója. Később én vettem egyet, de akkor már csak ezt a CD-t. Akkor ti az országjárók vagy világjárók sorozat mögött ilyen Kámaszútra, meg ilyen típusú könyveket tartott. Meg a klasszikusok, meg mit csináltuk, tudod? A Tao, a szerelem gyengítség. Nem, mert a szüleinek a szobája az utcafrontra nézett, és akkor odahúzta két széket az ablak elé. Nálunk ennyi volt a dolog. Egyébként az első klasszik, amit láttam a témából, ez egy ilyen kórházas sztori klasszik volt. Sztori volt akkor, igen. Akkor abból beteg több pasi bekerüljönnek az ápolók, igen, és a Covid ebből megrendezett 4000-et. De figyeljetek, szerintem ez az egyik legjobb téma. Tehát, hogy ez tényleg így van. Hogy a nagy téma köszönöm, minden rendező megcsinált egyszer. Kiderül, hogy olyannyira nincs szükség a lábadozáshoz, hogy gyakorlatilag az egész szintet, az összes nővérkét, orvost, doktorant, mindenkit elkap. Ez egy nagy klasszik, és szerintem jó is, mert azért valljuk őszintén, hogy a nővérkék sok embernek a fantáziáját beindítják. Hát az, amikor bent fekszel egy dupla végbéltükrözésen, a valóság terápián, nem ilyen aranykor elít egy a párizsi zsömlét, valahogy nekem még nem jutott eszembe soha. De magam, mint a nővér, az egy nagy téma, köszönöm. Azért rengeteg embernek beég az agyába az első, amikor gyerekként te szembesülsz az erotikus. Az egyszerre érdekes, egyszerre jó, egyszerre sokkoló, nem? Tehát így valahogy egy ilyen vegyes érzet, amikor így ezt először tapasztalod meg. Hát a sokkolás nem jó szó, szerintem én nem hiszed el, hogy ilyen van. De úgy én vágyakoztam arra, hogy befekhessek én is legalább egy estére ebbe a kórházba. Tehát sokkot azért nem kaptam. A fakezőed már megvan kérdező, aki kicsit átírtam. Ja igen, és hát a címek. Hát ezek zseniálisan voltak. Akkor valószínűleg egy gekcsapat dolgozott egyébként azon, hogy ezeket kitalálják. Soha semmilyen normális címe ezeknek a filmeknek egyébként nem volt. Nem? Tehát mindig az erotikára kellett utalnia. Igen, illetve a filmek és nagy klasszikus. A filmre, igen, amit feldolgoztak már. Hát ugye általában úgy történt, hogy nagyon sok hollywoodi akció, meg mindenféle filmek, romantikus filmek voltak, aminek megcsinálták ugye a felnőtt film változatát, és akkor a címmel is próbáltak meg erre utalni. És erre találni valamilyen vicces szinonimát.
futottatok bele ilyen nagyon rossz, ilyen tiroli, ilyen osztrák faházas, ilyen szörnyű megfejtések, ilyen bőrgatyásba jódlizik, és utána jódlizik. És legombolja a bőrgatyának az elején azt a négyszögletes, ilyen nagyon fura, ilyen slicnek nem nevezhető. Pisi ajtó. Az bűncselekmény. Az bűncselekmény volt, hogy ezeket leforgatták, de tényleg, tehát az nem volt ember szerintem, akinek az valójában. Annyi volt benne a szex, amit láttál, hogy nem láttál semmit, mert a nénit fölhajtották a szoknyáját. Igen. Bácsi legombolta. Hát ez inkább erotikus jelleg. És semmi nem. De még semmi az nem. Az volt a lényeg, hogy ne is látszódjon nagyon semmit, ez inkább erotikus jellegű film volt. Ilyen parodisztikus vonások voltak. Emlékeztek, akkor minden egyes szőke coffos nőnek két oldalt fel volt kunkorítva a combja. Én hát ott készült, de hogy beleraktak valami drótszálat, amit a fölfelé állt mindenkinek a combja. Teljesen életszerűtlenül néztek ki egyébként. Igen. Nagyon sok hallgatunk ide, hogy mi volt az első élményem, amivel találkozott, lassan fogom olvasni. Jó, nehogy baj legyen. Igen. Unoka, olyan 4 évesek lehetünk az unokatesommal, mikor a nagynéméknél vigyázott ránk nagymamám, és hogy lefoglaljon minket, betette a Kínai Macskák című VHS-t. Volt meglepődés, hogy miért is voltunk olyan csendben. Egész diszkrét a cím, nem? Kínai Macskák. A Kínai Macskák. Ebből nem sejtett, nem, hogy valami rosszat adsz. Mondjuk a 4 éves gyereknek azért azt megnézni, azért az kemény, igen. Osztálykiránduláson Zánkai gyermektáborban, kosztümös filmben, az erdő közepén piknik. Néztük egy csomóan, aztán egyszer csak feldobták a nőt az asztalra. Frászt kaptam. Engem. Általános iskola 7. Varró Attila apukájának fitness felnőtt filmje. Na, Varró Attila, na. Felváltva jártunk egyenként a nagyszobába, írja egy hallgató. Ugye, hogy ha te tényleg szembesültél ezzel fiatalon, megvan az osztálytársad neve, megvan, hogy hol tettétek be először, megvan, hogy mi volt a film, tehát mindenre emlékszel, annyira drámai is egyszer egyébként maga a meglepődés. Én a szexhajót láttam először, annak is volt egy egész jó története, valamikor 89-90-ben. Írja nekünk egy hallgató. Azt mondja, hogy valamilyen parti a kandalló előtt, ez volt az első. Kaptuk ezt is SMS-ben. Vörös cipellők, Chucky Ice és Frank Gunn sehol. Frank Gunn sehol nem volt, ez Rizzo küldte nekünk. Köszönjük szépen. Az első felnőtt film, amit megtaláltam VHS-en, olyan rossz minőségű volt, hogy nem lehetett felismerni, hogy mi van a képe. Víko küldte nekünk, köszönjük szépen. Debbie Dallasban. Emlékszem, az egy jó műsor volt. Joe, Debbie Dallasban. Milyen címe van ennek? Haj, aztán. A többit nem tudom beolvasni, gyerekek. Tehát igen, a többi az effektíve beolvashatatlan. De ez tényleg így olyan egyébként, hogy amikor először nézted... Basszú, Zánkán van a lányom, most izgulok, írj egy Az be, emlékszem, az egyik nagyon gyerekkori barátomnak a keresztapja volt az első között, aki vett a környezetünkben VHS magnót, és hozzájárogattunk mindig át, és rengeteg filmje volt, mindenhonnan szerezte őket. Nagyon pici kis szobája volt, és úgy nézett ki, hogy egymás mellé volt egy ágy, meg egy ilyen kanapé rakva, és akkor ő mindig a kanapén ült, és este felé általában már be volt trinkelve, tehát ott ült mellettünk, és úgy szédelgett így picit így jobbra-balra, miközben néztük mi a filmeket. Mi meg mellette ültünk a kisebb kanapén, ami az ágynak volt neki támasztva, amin csak annyi hely volt, hogy pont elfértünk úgy hárman egymás mellett, hogy egymáshoz szorultak a combjaik. És mi mindannyian még megvan az élmény, hogy berakjuk a Szex Olimpia címeket. És gyerekként nem tudod érni. Igen, nem. Nem is gondolsz bele, hogy az mit jelent, csak elindulsz, hogy valami alámondásos akciófilmet megnézzél. Mert... Meg volt, tudod, amikor itt keveredik a levegőben egy kis izzadság, a kocsis írmának a szagával, tudod, és ahogy a dülöngél a keresztapot. Ez már egy ilyen szociosztori, amit itt lepestünk. És közben ott ültök hárman, hát azért elég nehéz belefeledkezni a Szex Olimpiába, ahol általában mindig érted, úsztak egy, hogy hívják, átúsztak egy 25-ös medencét, utána pedig elmentek zuhanyozni, és akkor nyilván jött az akció. Igen, meg történtek a dolgok. Igen. De ugye, hogy megmarad? Meg. Na jó, a címekben nem megyünk bele, mert ezek beolvashatatlanok, hogy ki mit látott először, itt kapjuk a címeket, tehát rettenetesen szórakoztatóak, csak ezeket nem tudjuk beolvasni. Nézzünk gyorsan még így a műsor vége felé egy-két fontos közlekedést, amit kaptunk SMS-ben. Azt mondja, hogy az Árpád hídnál már nincs baleset, volt egy pici az Árpád híd budai végén, de nem okozott nagy dugót, Irén küldte nekünk. Ezt egyedül Irén küldte, reméljük, hogy
hogy valóban ott volt, minden esetre már nincsen dugó. Úgyhogy tudtok arra menni nyugodtan, ha esetleg az okozott valami fennakadást. Aztán az M3-as tiszta, 150-es kilométerig, viszont a polgári pihenőnél már mérik a Budapest felé közlekedőket, ez KRI küldte nekünk. Kecskemét-Halasi út van egy trafi, a városból kifelé menőket vérik, mindenki vigyázzon, és a Gyömrői úton befelé a Kőhíd után szintén trafiznak Sunyin elbújva, ezt Gyuri küldte nekünk. A 8-as főúton Bánd és Herend között útfelújítás, plusz egy Audi is ugye tépkedte az orrszőrét, köszönjük szépen, és a Hungária körút befelé valamiért nagyon nagy dugó, és elesett. Mit láttál, még címeket? De beolvashatatlan. De abszolút nem is akarok, nem is akarok ebbe belemenni, igen. Fél tíz múlt pontosan 9 perccel, ha valakinek van friss közlekedési híre, küldje nekünk, mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3-10 van pontosan, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Egy-két SMS, ami beolvasható. Láttátok ezt a filmet? S. Ventura, az állati nyomkodó Krisz küldte nekünk. A barátnőmmel az Alient akartuk titokban nézni 6 évesen, aztán volt meglepetés. A kazetta beragadt, lebuktunk. Andi küldte nekünk. Tényleg az is egy fontos pillanata volt ugye az ilyen típusú filmek megnézésének gyerekként, amikor is megnézted a timecode-ot, hogy hol indítottad el, és pontosan ugyan oda akartad visszatekerni, ugyan ott akartad megállítani, és 10 perc volt a szakkör, hogy 0-0-0-ra kihoz. Hogy 0-0-ra ugyanoda hoz vissza, és nagyon bosszantott, ha annyira izgatott voltál, hogy amikor betetted a kazettát, elfelejtetted megnézni, hogy hol indult a film, és nem emlékeztél rá. És akkor próbáltad nagyjából ugyanoda belőni. Ugye? Hát ez muszáj volt. Hát és rohadtul nem volt egyszerű, hát ezek a korai VHS meg is olyanok voltak, hogy megállítottad, és akkor Igen, és rányomtál a stopra, és még egy kicsit sikerült ugyanoda, és abszolút lebukási faktor volt a Faternál. Fater kazettáját néztük mi is, mert az volt ráírva, családi videós nyaralás. Annyit mondok, hogy nem a mi családunk nyaralását láttuk. Szatyi küldte nekünk. Mi nagymamánál néztük a Hófehérke és a Hét törpét. Felszaladt a nagyi szemöldöke, amikor a törpékre kieste. Jaj, egyszerű Kati. Egyszerű Kati. Csak mutatom miért. Egyszerű Kati. Ez volt az első film, egy alvajáró csaj volt benne, Macika küldte nekünk. Basszus. Még folyik a nyál belőle? Kipróbálta ki. Lemosta, ja, víz folyik belőle. Megjött? Itt de van? Meg. Holnap meghallgathatjátok. Hoztak nekünk egy miért? Pikoló? Vagy Triola. 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 Nem adom oda neked. De ne, akkor nem adom oda. Nem. Jó. Nem. Ez az első jó ötleted ebben az évben. Ugye? És még lesz szerintem kettő, de nem biztos. Ez most műsor készítési szempontból kiváló ötlet. De el sem viheted. Nem, nem viszem, mert legyen nálad. Legyen nálam nálad. Lesz. Jó. Nálam de vesz egyet délután, ne szóra. Ez úgy ismert szemben, hogy most elmegy ilyet. Azért, hogy a Jani lemossa a kocsit, úgy. Gondoskodom róla, hogy ne is akarja elvinni. Na. Holnap. Rengeteg olyan hallgatónk van, aki azért hallott ennek a kis történetnek az előzményét, és nyilván ő is kíváncsi rá. Ne a holnapi Best of-ból hallják. Aki kíváncsi rá, holnap is velünk tart. Ki fog játszani, érted? Nem, tényleg nem, elfújom neked. Most adatod, elfújom neked. Nem. Tudom, farpofával. Vera, nem hallgatunk azt. Igen, őrkoszekérben. Vera drága vagy, köszönjük szépen. Ugye volt egy fogadásunk 8 óra környékén, én nem tudom, hogy jött már szóba ez a furuja. De klasszik. Egy furuja-szerű kis építmény. És Jani nem hitt el, hogy el tudom rajta játszani az István a királyt. És az NDK-ban gyártották, még igazi klasszikus. Made in German Democratic Republic. És Jani ajánlott egy fogadást, hogyha eljátszom, akkor egy hónapban egyszer, 12 hónapon keresztül, nyilván nem, egyszer vállalott. Egyszer hogy nagyon szépen megcsinálta a kocsit. Pucba vágom. Itt tudja hadni holnapig? Vera a hallgató, itt tudja szerintem hadni. Szerintem nincs neki szüksége rá soha többé. Nagyon, nagyon drága vagy. Köszönjük, hogy megszabadulhatott tőle. Mutasd meg. De szép. Tessék, gombok. Ezeket még most is gyártják? Van. Hát valószínűleg egy picit ilyen újabb konstrukció lehet. Na jó. Oké, mutatjuk gyorsan a nap legjobb pillanatait, aztán még visszatérünk Istenem. Rá. A cigizésről beszélgettünk korra reggel, hogy ki hogy próbált leszokni, mert hogy Ákos híreiben hallottuk, hogy kevesebb szál lesz benne, és fölmegy az ára, és Ferit faggattuk arról, hogy mennyire nehéz leszokni, illetve rengeteg hallgató írt, hogy hogyan és milyen trükkel próbált már leszokni, aztán nyilván ezen próbálkozások nagy többsége sikertelenül zárult. Valamint felhívtuk Cseh Balást, az Élelmiszerbank elnökét, mert tegnap az Indexen megjelent egy nagyon érdekes cikk, hogy kb. Kétszer annyian éheznek Magyarország, mint a válság előtti években. Másoknál is nagyban megy a pazarlás, ugyanakkor raklapszámra dobáljuk ki az élelmiszert.
a lejárat előtti kiflit, szárazárút, almát, gyümölcsöt, mindent, és hát több ezer tonna megy szemétbe úgy Magyarországon, hogy közben óriási igény lenne rá. Balázs arról mesélt, hogy ők mit csinálnak ennél az egyesületnél, mit csinál az Élelmiszerbank, és hogy haladnak az élelmiszerek begyűjtésével és szétosztásával. Nagyon érdekes beszélgetés volt. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 3 perc múlva pontosan 10 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, Csabi, álló, jó reggelt. Jó reggelt, szevasztok. Szevasz. Hello. Na, azt, jó. Köszönöm mindenki, remélem. Látod, milyen hangszert, kaptunk? Uh-huh. Na, erre én nagyon kíváncsi vagyok. Fújod? Nem, azt még gondolkodik rajta, hogy pengesse. Hát igen, fúj. Jani hihetetlen érzékkel, dramaturgiai érzékkel átlógatta ezt a holnapi napra. Uh-huh. Hát de várjál. Egyetlen egyet. Nem úgy fogadtatok, hogy ha ezt ma játszod el, akkor... De elmondta, hogy ő ezt holnap szeretné meghallgatni. Igen. Egy csomó olyan hallgatók van, aki ugye lemaradna arról a kis produkcióról, amit ugye Balázs felvázolt. Nyilván nem fogja tudni eljátszani ennyi év után, hiszen ja, akkor sem tud eljátszani, csak mindenkinek ezt állította. De majd holnap eljön az igazság pillanata. És akkor te úgy is benne vagy, hogy a Balázs otthon tud gyakorolni. Nem tud gyakorolni, mert eltettem a triol. De ha jobban figyeltél, hogy mit magam mondom, ha most adok egy lakáskulcsot, hazamész, akkor elhozod, mert ezt otthon van. Ezt még csak ennyi a baj. Tehát van neki otthon ez a mondat, ez azt jelentett, hogy van neki otthon triolák. Tök igazságosan elmondom, hogy mi volt. Meglátogattam 2 napja az édesanyámékat, Bennyvel. És a Benny az én gyerekszobámból, mert az anyukám még mindig ugyanabban a lakásban laknak, előásta ezt a cuccot. És anyukám azt mondta, hogy szeretnéd, vidd el nyugodtan. És összeállított egy ládát, ami nekem még egyéb cuccokat is betettünk, de én azt a ládát azóta nem tettem, mert van nálunk egy Viki nevezetű hölgy, aki imád pakolni, úgy elrakta a ládát, hogy fogalmam nincs, hogy hol a láda, mi került bele. Belekerült-e ez a cucc? Tehát elképzelhető, hogy otthon van, és akkor az én becsületemre bízott, hogy gyakorlok-e, de az is lehet, hogy a Benny visszapakolta hétfő délután a szekrényembe, a régi gyerekszobám szekrényébe ezt a kis pikolót, és nem tette be a anyám a baládába, amit elvittem. Érted? Tehát ez egy kétesélyes dolog. De megígérem, hogy nem nyúlok hozzá. Van. Hát ha ez neked elég. Hát figyelj, ha autótakarítás lesz ebből, én ha nálatok van, akkor azért szerintem előfordulhat, hogy gyakorolni fogsz rajta. Ha ott van a régi lakásodokban, a régi szobában, a régi szekrényedben, ott biztos nem, mert tudom, hogy félész fel anyádékhoz. És ez most ezt letudtam. Ráadásul még teniszmeccs is van, tehát nem fogok gyakorolni, mert Viki, volt benne most őszintén? Volt benne? Nem volt benne? Akkor Benny ezt fogta, fújta, itt a hármat visszarakta a szekrénybe, és azért drága jó anyám, ezt nem tette be a ládába. Te pakoltad ki ezt a ládát, volt benne? Nem volt benne. Az én nejem böcsületes asszony. Utoljára gyerekkorában. De amikor a Benny megfújta, mit játszott? Ő is az István a királyt, nem? Az Örömódát eljött. Aha, elsőre. Jó, lett ott a 9-et is, és mondta, hogy a sorszimfóniából is egy pici minden. Azt mondom, Benny kell, született, és mi tudom, hogy össze-vissza fújta. Mert megőrültünk tőle. Csak mehetek anyámhoz gyakorolni. Hogy fog örülni a mama? Még egyet, mi van veled? Gyerek, igen, már ott megint a kis szobában, tudod. Jó, mama, adjuk ezt. Igen. Lesz egy kis dezsevű. Jelentsen, ez bármit is hívjuk a naphallgatóját. Egyébként rájöttem, hogy te akarsz takarítani, basszus. Ez erről szól. Erre megy ki a játék. Végre. De sajnos csak ilyen vimes fémpogácsánk van otthon, azzal fogom csiszolni. Azzal nem nyúlsz az autóban. Szépen kis gumikesztyűbe, fehér sálba, nyakkendőbe, smokingba fogsz mi. Smokingos, jó ide jó. Megyek, mint egy kis pingvin. Igen, hát akkor ez nem sikerült. Egy tálcához hol nekem egy kávét, amíg feltett lábbal mulatom az időt a benzinúton, és nagyon takarít, az pici kőműves dekoltásba, a feneket vágása ki fog láncolni, kis tudod, Adidas melegítőbe, fehér klumpába, gumikesztyűbe takarítod majd az autót. A vágásba belerakom majd egy szegfűt, kiszedhetett szája. Nyitott ajtó, magas nyomású, így fogja kezdeni, figyeld meg. Ott lesz mit takarítani. Csabi Kámre, meg zenék? Hozom nektek Laskai Viktort. Hogy? Annyian tudjátok, hogy ő a Stereo, a Super Stereo. Ő nagyon sokáig dobolt a Péter Fibori zenekarában, meg ilyen DJ-ként bejárta már korábban Európát, és a D-vel, ő megvan, Darabos Dávid, művész. A D az D. megvan, őt ismerem, az D megvan. Csináltak egy egész lemezt, és ennek az egyik momentumát mutatom meg, Bent a neved, az a címe. Bent. És mindeközben... Mi is ki, és jön D meg Gábor, aha, vagy ez mi? Supersztereó. Supersztereó és Feed D. D. Ja, értem, mert a Lajos meg az Olit már nem lehet annyira eladni, tehát Supersztereó és D. Így van, D, de Dezső csak nyilván.
Mr. D. És mindeközben a Klassz nyár 2015 játéka is folytatódik, úgyhogy David Getta Soproni buliára továbbra is lehet választani. David Getta. Soproni buliára, jól van. Csabi, telefonszáma 555-55-00. Jó? Az. Annyit mondok, vamos Rafa, gyerekek, vamos Rafa. Akkor fogadtunk. Vamos Rafa, vamos. Ezt most behúzza. Érzem. Semmi gyokó, de megy ezt. Hozzad a tízeskét holnap. Annan megcsináltam már a két verziót? Bár most megvan mi. Hamisítunk. Szép napot mindenkinek holnap. Sziasztok! Szevasztok! Ciao. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.